kapcsolatos. Nem szeretném ismételni azokat a problémákat, amik már a napirendi... Pécsváros önkormányzata közgyűlése a szünet után most folytatja tevékenységét. A képviselő testület még több mint 40 napirendi pontot tárgyal meg a napirendi sorában. Jelenleg a kérdések órája tart. A Városfejlesztés és Kommunális Bizottság elé került egy döntés, hogy Pécs belterületének közvetlen szomszédságában, a Kismérvölgy dűlőben idén, ebben az évben már kutatófúrást szeretne kezdeményezni a Whitehorse, és ehhez kell egy tulajdonosi hozzájárulást kiadni az önkormányzattal, ami egyrészt az út használatára vonatkozik, másrészt az a Natura 2000 besorolású erdőterület is önkormányzati tulajdonban van. Ehhez is kellett volna egy tulajdonosi hozzájárulás. És azt lehet tudni, hogy a Városfejlesztés és Kommunális Bizottság állásfoglalása alapján a polgármester adja ki a tulajdonosi hozzájárulást. Ezzel kapcsolatban két alkérdésem lenne. Az egyik az, hogy itt már konkrétan lehet tudni egy kutatási helyszínről. Egyébként megjegyzem, hogy ott se lett a lakosság előzőleg kiértesítve arról, hogy ilyen tervek vannak a közvetlen közelükben. Itt tehát lakóháza közvetlen közelében, akár 20-30 méterre lakóházaktól, sok kisgyermekes család lakó környezetében belterület közvetlen közelén lenne egy kutatófúrás. Arra vonatkozik a kérdésem, hogy úgy gondolom, hogy ehhez különösebb utánajárás nem szükséges, hogy ez elfogadható, ez benne van-e abba a fajta eljárásban, amit említett polgármester úr az államtitkár úrral, hogy minden kérdést végigjár a döntések előtt a város, illetve az érdekeltek ebben. Tehát elfogadhatónak látja a polgármester úr, hogy ilyen közel a lakóterülethez kutató fúrások induljanak el. Illetve a másik kérdés arra vonatkozik ebben a témában, hogy ugye úgy szól az SMS, hogy a Városfejlesztés és Kommunális Bizottság állásfoglalását követően a polgármester adja ki a tulajdonosi hozzájárulást. Ez nyilván a valóságban úgy történik, hogy a polgármester úrnak joga van kiadni a tulajdonosi hozzájárulást a Városfejlesztési Bizottság állásfoglalásától függetlenül is, hogy számíthatunk-e arra, polgármester úr, hogy amíg az összes kérdés nincs valóban tisztázva, amíg nem ismerjük konkrétan még a kutatófúrásoknak az esetleges környezeti hatásait, és amíg a közvetlenül érintett lakók nincsenek erről értesítve, tehát még nem történik meg az a bizonyos közmeghallgatás, hogy számíthatunk el a polgármester úr, hogy addig nem írja alá ezt a tulajdonosi hozzájárulást, és addig nem indulhat el a kutatófúrásnak az engedélyezési eljárása. Ez volna az egyik kérdéscsoport. Most nem tudom, akkor elmondanám a másik kérdést. Hát inkább utána a másik, utána, az más téma, úgy gondolom, ugye, az teljesen más kérdés. Igen, az a Pécs Televízióval kapcsolatban. Jó, akkor köszönöm szépen. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen a kérdést. Én mielőtt érdemben próbálnék választ adni a kérdésre, én azt kérem, amit egyébként talán szó szerint Kővár János úr is kért, amikor a napirend előtti szólásoknál szóba került a Durán kutatás helyzete, jövője, potenciális bányanyítás, lesz-e bánya, nem lesz, stb. Hogy ebben a kérdéskörben én maximálisan szeretnék kérni mindenkit, minden képviselőt, különösen egyébként, akik ugye egyfajta felelősséggel rendelkeznek ebben az ügyben, hiszen mégis a választott képviselők, hogy nagyon tárgyszerűen kellene minden mondat használatnál vagy szóhasználatnál eljárni, hiszen most ne tekintse udaratlan mondatnak, amit mondok, de az a kérdés feltevés, hogy egy olyan helyen, ahol kisgyermekes családok laknak, ki lehet adni engedélyt, ez nem a kisgyermekek számától függ, ne haragudjon. Tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon adott eset demagóg felvetés, mert tényleg nem ezen múlik, hogy a lakosság korosztály milyen módon oszlik meg adott területen, mert ez szerintem ez ilyen szempontból jelentősége nem bír. Emberek ott is, idősek, fiatalok, gyerekek, stb. Én a kérdésre nem tudok előjelzően egyértelmű választ, hogy igen vagy nem, ugyanis én sem tudok sok mindent. Egy picit hasonlít a válaszom a reggeli vitában már ugye többször körüljárt felvetéshez, hogy amíg nincs a birtokomban minden olyan dokumentum, felmérés, közvéleménykutatás adott esetben, közmeghallgatási jegyzőkönyvek adott esetben, amik alátámasztják a döntést, hogy igen vagy nem, addig nem tudok ebben állást foglalni. Tehát, hogyha nyilvánvaló, ha minden olyan adott dokumentum arra mutat, hogy az engedélyt meg lehet adni, akkor nyilván nincs jogomban ezt megtagadni. Ha ellenkezőleg történik, tehát nincsenek meg ezek a fajta információk, akkor nyilván nem fogom megtenni ezt az aláírást, mert akkor én magam sem vagyok arról meggyőződve, hogy jó ügyben teszem az aláírásomat. Egy kis türelmet kérek, amíg ezek a különböző szükséges papírok, dokumentumok megvannak. Egyébként sok minden nem is rajtam múlik, tehát például a természetileg védett területtel kapcsolatos engedélykiadását, azt nem is én adhatom ki, hanem a megfelelő szakhatóság.
és ha nyilván ők nem adják ki, nyilván megfontoltam, akkor én sem nagyon tudok más tenni, mint hogy ezt figyelembe kell, hogy vegyem, mert hogy nekem is a szakhatóság előírása a perdöntő vagy mérvadó. Úgyhogy higgyel képviselő, maximálisan az ügy súlyának megfelelően fogok körültekintően eljárni, és bármilyen információ, ezt a múltkor már mondtam így egy ilyen informális beszélgetés során önnek, bármilyen új információ előkerül, fölbukkan, ami nekem is új, ezt azonnal megosztom önökkel, és továbbra is arra szándékom, amit eddig is próbáltam követni, hogy ebben az ügyben függetlenül van-e frakció adott párt csoportnak, vagy nincsen, minden politikai erővel egyeztetni kívánok ebben a kérdésben. A többségi kormány vagy kormányzati pozícióban lévő képviselőkkel és pártokkal, és akik nincsenek többségben, azokkal is segítenék, meg ezt, ha van-e frakció, vagy nincsen frakció. Hogy kérem, fogadja el ezt a válaszomat. A másik kérdésemet is csak most föltenem. Köszönöm szépen, akkor föltenem a másik kérdésemet. Ez hát egy egész más ügyet érint, hát ennek is mondhatni, hogy van aktualitása. Körülbelül egy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, Meixner András intézett egy interpellációt polgármester úrhoz, azzal kapcsolatban, hogy a Pécs televízióban, hát nem igen, van az ellenzéknek megszólalási lehetősége. Akkor ebből ki is alakult egy ilyen kis politikai polémia, amit nem kívánok idézni, de azt most meg tudom erősíteni, hogy eltelt egy újabb év, és végeztem némi kis kutatást az ellenzéki képviselőtársa között, és elmondhatom, hogy egyetlen egy ellenzéki képviselőtársam sem kapott meghívást a Pécs Televízióhoz stúdióbeszélgetésre. Magam is 2010. augusztusában voltam utoljára a Pécs Televízió stúdiójában, amikor meg a választási kampány volt. Azóta nem volt lehetőségünk erre. Most ugye vitában lehet bocsátkozni, ugye, ahogy volt is korábban még a Fidesz ellenzékisége idején erről vita, hogy mennyi felületet kell, hogy kapjon a Pécs Televízióban, nyilván a közgyűlési közvetítésen kívül az ellenzék. Most itt a pécsi közgyűlésben az ellenzék 29-30%-os viszonylag kis számban reprezentálja magát, de ez a 30%-os ellenzék, ez gyakorlatilag a stúdió beszélgetések tekintetében egy 0%-os megszólalási lehetőséget kap. Mi gondoljuk, hogy ez nem helyén való. És ezzel kapcsolatban egy friss hír, hogy a Pécs Televízió üzemeltető cég ügyvezetője kapitány Gergely lesz, ha helyesek az információim, akkor ő korábban a Hír TV, EHO TV munkatársa volt, ami kevésbé izgalmas, sokkal inkább izgalmas, hogy úgy tudom, és erősítsenek meg, vagy cáfolják, hogy az ő cége más vonalon politikai kommunikáció, politikai tanácsadás, illetve polgármesteri politikai programok tekintetében tanácsadóként is funkcionál az önkormányzat mellett. A kérdésem az, hogy konzultált-e polgármester úr a kapitán Gergely úr kinevezése előtt azzal, hogy mi az ő elképzelése a helyi közmédium élére történt kinevezése előtt, hogy mi az ő elképzelése a pártatlan tájékoztatásról, a sajtószabadságról, vagy esetleg konkrétan arról, hogy az ellenzéknek jár-e, vagy indokolt az ellenzéknek megszólalási lehetőséget adni a Pécs Televízióban. Köszönöm előre is a válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszomat azzal kezdem, hogy egy olyan tendenciának vagyunk tanúi mindannyian, ami azt jelenti, hogy a Pécsi Televízió nézettsége nagyon lassan, nem drámaian, de évek óta folyamatosan süllyed. Ez azt jelenti, hogy a Pécsi Televízió egyre kevésbé tölti be azt a hivatását, aminek az a célja, hogy a helyi ügyekben a helyi polgárokat tájékoztassa. Nyilvánvaló országos hírek tekintetében nem vagyunk és nem is lehetünk versenytársai a többi televíziónak. Nekünk a helyi közösséget, a pécsi polgárokat kell kiszolgálni e tekintetben is. Ezt a helyzetet elemezvén és próbáltuk analizálni, hogy mi történik ebben a helyzetben, jött az a javaslat, vagy az a felvetés, hogy egy olyan talán a köztelevíziódáshoz jobban értő személy kerüljön a médiumok élére, aki személyben is garancia lehet arra, hogy ez a tendencia legalábbis, ha meg nem fordul, de legalább megáll. És ilyen tekintetben van egy tőzsgyökeres pécsi polgár, kapitány Gergely, aki egyébként valóban az Donátus említett korábbi munkái során tanúságát adta rá termettségének szerintem és szakmai kvalitásainak. Én beszéltem kapitány Gergely, amikor a váltás előtt voltunk. Ő ezeket a szempontokat ismeri, tudja, mármint azt, hogy a Városi Televízió nem egy párt hírcső vagy szócső, hanem az egész közösséget kell, hogy képviselje, és ennek megfelelően fog eljárni. Tehát hogyha mindez idáig ilyenfajta hiányosságok voltak a rendszerben, ami nem lehetetlen, tehát most nem mondom, hogy bár én nem figyelem napi rendszerességgel a Pécsi Televíziót,
akkor ezért utólag is mindenkit megkövetek. Én továbbra is amellett vagyok, vagy korábban is, amikor nem voltam polgármester, hogy minden párt, minden képviselőnek joga van ebben a televízióban szerepelni, hogy a sajátos álláspontját ki tudja fejteni, és erőt Kapitány Gergely tudomással bír. Tehát úgy gondolom, hogy az ő szereplése, az új pozícióban való működése ezt a hiátust be fogja pótolni. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, akkor napirendekkel folytatjuk a mai programunkat. Következő napirendi pont idős ügyi tanács létrehozása és tagjának megválasztása. Tisztelt közgyűlés, én nem szeretnék sokat szólni erre, mert az előterjesztés teljesen világosan fogalmaz. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy egy olyan grémium vagy egy testület felállítása történne meg, amely egyébként több más városban a jelek szerint sikeresen működik. Több nagy magyar nagyvárosban már működik idősügyi tanács, Zalaegerszeg, Szeged, és meg lehetne sorolni a példákat. A polgármesterekkel, akikkel beszéltem, pozitív visszacsatolást adtak, tehát úgy látják, hogy a helyügyeknek a megbeszélésében ez a testület komoly segítséget nyújt számukra. Így a javasolt és mellékelt személyekkel együtt kérem azt, hogy támogassák az előterjesztést, és ilyen módon Pécset is meg tudjon indulni az idősügyi tanács alkotó kreatív módon, ahogy más városokban is ez működik. Annyit szeretnék megmondani, hogy az első verzióban nem szerepelt minden rovatban név, a második variációban már a nevek ott vannak, tehát kérek mindenkit, hogy a utólagosan csatolt határozatot vegye kézbe, és ez alapján döntsön arról, hogy a tanács létrehozása kerüljön, és ezekkel a nevekkel, akik ott vannak, együttesen működjön. Köszönöm a figyelmüket, megadom a szót Móra Eszter bizottsági elnök asszonynak. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A Népjóléti és Sportbizottság tegnapi ülésén egyhangra elfogadta az állásfoglalási javaslatot, de avval a kiegészítéssel, hogy a szakmai elvek alapján felállított szervezetek meghívása és delegálása sorából technikai jogból kimaradt a Baptista Szeretett Szolgálat integrált szociális intézmény képviselője, és az állandó meghívottak pont alá kérnénk ezzel a módosítással elfogadni az előterjesztést, hogy ők is meghívásra kerüljenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nincsen több hozzászólás, akkor erről az utóbb felvetett ügyről szavaznánk elsőként. Tehát az állandó meghívottak köre egészen ki a Baptista Szeretett Szolgálat képviselővel. Kérem erről a szavazást. Igen, a közgyűlés elfogadta ezt a javaslatot. Most egy ügyrendi szavazásra kerülne sor, hogy a felsorolt tizenvalány személyéről együttesen szavazzunk. Aki egyetért ezzel, kérem szavazzon. Igennel. Igennel, a közgyűlés elfogadta. Ezek után az előterjesztésről kérem egységesen a szavazást. Igennel fogadta el a közgyűlés egyhangulag. Köszönöm szépen. Következik Nagy Csaba alpolgármester meghatalmazása Mecseki uránérc bányászat újraindításának vizsgálata során Pécs megyei város önkormányzatának képviseletéről, képviseléséről című előterjesztés. Tisztelt közgyűlés, nem szeretnék nagyon megint az urán ügybe belemerülni. Annyit jeleznék, hogy miután ugye már többször említettem egy egyeztetési folyamat, ami véletlenül nem lesz rövid lejáratú procedúra, indul meg, és ebben úgy gondolom, hogy kiemelt figyelmet kell az önkormányzatnak fordítani a minden aspektusára ennek az ügynek. Én azt szeretném kérni, erősítvén a legitimációját Nagy Csabának, akit javaslok egyébként a tekintetben,
a közülés döntsön arról, hogy önkormányzati megbízottként Nagy Csaba alpolgármester legyen ennek az ügynek az első számú felelőse. Azért gondolom, hogy Nagy Csaba alkalmas erre, mert egyrészt az országgyűlési képviselő ennek a választókerületnek, ahol az Uránbánya a potenciális helyszínen létezik. Továbbá környezetvédelmi szakmérnök, tehát ilyen szempontból a szakmai kvalitása is megvannak arra nézve, hogy ezt az ügyet kézbe tartsa, nem mellesek Pécsváros alpolgármestere, tehát minden irány ebbe mutat, hogy az ő személy alkalmas lenne ennek a napi szintű operatív munkának az ellátására. Ezért kérem, hogy a közülés szíveskedjék ezt a javaslatomat támogatni, és Nagy Csabát ezzel a kompetenciával felruházni. Köszönöm szépen, van-e hozzáfűzni való? Ha nincsen, kérem a szavazást. Egy igennel és egy tartózkodással a közülés elfogadta a javaslatot. A 9-es pont levételre került, tehát erről nem kell tárgyalnunk. Következik a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása és a társulási tanács tagjainak helyettesítési rendje című előterjesztés. Előterjesztője Nagy Csaba alpolgármester úr, aki kiegészítést nem tudom kíván-e tenni, nem. Ha nincs kérdés, kérem a szavazást. Bocsánat, ügyrendi, mert több név van. Együtt szavazhatunk a nevekről, elsőként ezt a kérdést teszem fel, tehát együttes névről való szavazás lehetséges-e. Kérem a szavazást. Igennel a közülés elfogadta. Kérem, hogy az előterjesztés egészéről történjen meg a szavazás. Kérem, a szavazás mostantól lehet nyomni a gombot. Húsz igennel a közülés elfogadta az előterjesztést. Következik a településfejlesztési koncepció előkészítésre megbízott koordinációs testület módosítása cím előterjesztő és Kővári János bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, itt egy nagyon rövid indoklás. Ez a testület jött létre arra, hogy a településfejlesztési koncepciót, annak a folyamatát koordinálja, és úgy látszott logikusnak és észszerűnek, hogy egészüljön ki ez a testület a megyei önkormányzat illetékesével és a fejlesztési ügynökség illetékesével, annak érdekében, hogy mind a megyei fejlesztési tervhez igazodó, mind az országos fejlesztési tervekhez igazodó, illetve ezekbe integrálható legyen az a fejlesztési koncepció, amit elkészítünk. Ezért kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, több hozzászólás nincsen, itt is több név van, tehát kérem, hogy elsőként egy ügyrendi szavazással a közös nevekről történő döntéssel kapcsolatban szavazzunk. Igennel a közülés elfogadta ezt az ügyrendi javaslatot, és most pedig az előterjesztésről kérem a szavazást. Igennel a közülés egyhangulag fogadta el a javaslatot. Következik a Mecsekalja óvoda és általános iskola igazgatója közalkalmazott jogviszonyának, valamint magasabb vezetői megbízásának megszüntetése, és pályázatkírása a magasabb vezetői igazgatói beosztásra. Előterjesztője a napirendi pontnak Bognár László, a bizottsági elnök úr. Megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a város nevébe Csirke Ernőnek a több évtizedes oktatói nevelő munkáját, 42 éven keresztül végzett oktató nevelő munkát, több mint 10 éven keresztül vezetői munkát végzett, jelenleg a Újmecsekaljai iskolából megy nyugdíjba, előtte a Apácai Nevelési Központban töltött be vezető pozíciót.
több évtizedes nevelő oktató munka mindenképpen példaértékű, és a város nevébe ezt köszönjük. Köszönöm szépen, képviselő úr. Itt is több név szerepel, kérem az ügyrendi szavazást, hogy ezekről együtt szavazzunk. Igennel a közülés elfogadta a javaslatot, most az előterjesztésről kérem, hogy történjen meg a szavazás. A közülés 20 igen egyhangú szavazattal fogadta el az előterjesztést. Következik döntés a Pécsi Holding ZRT által a közösségi közlekedés működése érdekében felvett kölcsönügyében. Csidi Péter előterjesztőként nem kíván kiegészítést tenni, hozzászólás igényt nem látok, kérem a szavazást. Igennel és két tartózkodással került elfogadásra a határozat. Következik Pécs megyei város légi marketing alapjának létrehozása cím előterjesztés, előterjesztés Muk Roland képviselő úr, megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugye röviden ismertetném az előterjesztés lényegét, illetve kiegészíteném néhány számadattal, amit ez a rövid anyag, amit kiosztottam, nem tartalmaz. Az előterjesztés abból indul ki, hogy néhány hónappal ezelőtt fölmerült akár a repülőtér bezárásának a gondolata is. Remélem, hogy ez csak gondolat maradt hosszú távon, hiszen a repülőtérre szükség van, ugyanis a nagyobb multinacionális vállalatok, azok nem valószínű, hogy ide jönnének anélkül, hogy repülőtér lenne. Ezért úgy gondolom, hogy a repülőtéret működtetni kell továbbra is, viszont azt szeretném, hogy az önkormányzatnak minél kevesebb pénzébe kerüljön. Én azt hiszem, hogy ez egy közös cél, hiszen mindig a költségvetésen vitázunk, hogy hol lehetne megtakarítani pénzt. Nyilván ezt úgy lehetne elérni, hogyha sikerülne a repülőtérről járatokat indítani, és innentől kezdve már igazából nem a repülőtérről szól az előterjesztés, hanem a járatindításról, és az egész légi marketing alap, ami az előterjesztési címe is, ez is a járatindításról szól. Ugye az lenne a lényeg, hogy valamilyen módon ide lehessen hozni olyan repülőgépeket, amik ide le tudnak szállni. Ehhez nem kell a repülőtéren semmit módosítani, tehát tökéletesen megfelel a célnak minden szempontból. Most is lehet már 100 fő körüli repülőgépeket fogadni, csak ugye jelen pillanatban nem szállnak itt le Pécsen, de az lenne a cél, hogy ezek leszálljanak. Körülbelül a hatótáva az ilyen repülőgépeknek maximum 2500 km. Ez azt jelenti, hogy Európa gyakorlatilag lefedhető. A másik célállomásként nyilván olyan reptereket célszerű bevonni, akik nem annyira frekventáltak, tehát hasonló helyzetben vannak, mint Pécs, ilyen kisebb regionális repülőtereket. Az EU iránymutatása szerint támogatja azt, hogy a regionális repülés beinduljon, jobban felfusson Európában, tehát így ilyen szempontból az EU irányelveknek is megfelelnénk, hogyha ezt sikerülne jobban beindítani. Én úgy gondolom, hogy ilyen kisebb repülőgépekre, tehát maximum 100 fősekre gondoljunk, ez többnyire légcsavarosok, tehát nem a nagy Boeingok, Airbusok, ezekre lenne igény. Ha nem is nap mint nap indulnának ugye meten szerinti járatok, de több célpontra lehetne indítani mondjuk hetente járatokat. Számítások szerint, hogyha ide leszáll egy 100 fős repülőgép, akkor az 2-3 ezer eurót jelent a repülőtérnek bevétel szempontjából. Nyilván valamennyi plusz költsége van, hiszen vámosokat meg kell fizetni, stb. Stb. De így is marad jelentős összeg, akár 500 000 forint is maradhat egy leszállásból, főleg, hogyha az adott repülőgép tankol is, hogyha a tankolak üzemanyagon is van haszon. Ez is 100 000-es nagyságrendben mérhető egy ilyen repülőgép megtankolása során az üzemanyag eladásból származó haszon. Ez azt is jelentheti, hogy ha kiszámoljuk, nem kell olyan nagyon sok repülőgép ahhoz, hogy az a 89 millió körüli összeg, amit az önkormányzat belefektet a repülőtérbe a költségvetés szerint, ez lefedésre kerüljön, méghozzá piaci alapon. Körülbelül, hogyha kiszámoljuk, ez azt jelenti, hogy 2 naponta kellene egy repülőgépnek leszállnia, ilyen 100 fő körülnek. Ez szerintem egy reális cél lehet, nyilván nem azt jelenti, hogy 2 naponta mindig ugyanoda repülnének a repülők, hanem több desztinációt lehetne bevonni. Ezek európai desztinációk lennének, például lehetne Németországba indítani, az egyetem is támogatna, hiszen elég sok német egyetemista van. De elképzelhető máshova is járat, hogy hova lehetne járatot indítani, illetve mennyibe kerülne, erről készült számítás. Körülbelül, hogyha
hetente járna egy járat, akkor, hogyha ezt például Hamburgba indítanánk, az olyan 250-300 millió forint összköltségvetése indítható el, de ezt nem az önkormányzatnak kéne állnia, hanem a légitársaságnak ennyi az összköltsége. Nyilván, hogyha ezt a járatot sikerül megtelíteni, körülbelül legalább 80%-ban, akkor ez már nyereséges a légitársaságnak. Hogyha mondjuk Münchenbe indítunk, akkor olyan 170 millió körül lenne az éves költség. De nyilván ezek a repülőgépek képesek elmenni tovább is, tehát Angliáig is simán el lehet repülni ezekkel a repülőgépekkel. Na most ugye az önkormányzatnak nem kellene ekkora pénzt belefektetni ebbe, hanem ezt a légitársaságnak kellene állni, ez viszont meg kellene keresni a légitársaságokat, és fel kell tenni az érdeklődésüket, hogy mi lenne, ha indítanának ide repülőjáratokat. Európában 170 légitársaság van, és ezeknek körülbelül a fele rendelkezik olyan repülőgéppel, ami megfelelő lenne, és le tudna szállni ide Pécsre. Magyarul ez rengeteg légitársaság, és nagyon sok helyről lehetne így hát, légijáratokat indítani. És ennek az egész előterjesztésnek a célja az lenne, hogy valamilyen módon ezt elindítsuk, azaz az a légi marketing alap, amire eredetleg 5 millió forintot javasoltam, de módosító indítványt terjesztek be a saját előterjesztésemhez 4 millió forintos kerettel, azért, mert a pénzügyi és gazdasági bizottságon elhangzott, hogy nincsen 5 millió forint a költségvetés általános tartalék alapjában, hanem csak 4 millió néhány százezer, így én módosítom az előterjesztést, hogy 4 millió legyen a légi marketing alapnak a létrehozásának a kerete. Én szerintem ez a pénzeszköz ez elegendő lehet ahhoz, hogy beindítsunk repülőjáratokat. Nyilván ebből csodát nem fogunk tenni, de hogyha a képviselőtársak kicsit számolnak, mondjuk, hogyha egy repülő leszállás az 500 000 forintot hoz, akkor ez a 4 millió forint, ez körülbelül 8 repülőgép leszállásnak a teljes bevétele. Azaz viszonylag rövid idő alatt megtérülhet, hogyha akár már egy légitársaság idehoz járatot. Arról nem is beszélve, hogyha idejön egy légitársaság, akkor nyilván ez a turizmust fejleszti. Ez egy célja volt a városnak, bár mostanában úgy látom, hogy ez a cél kicsit elhalványul, de én úgy gondolom, hogy még mindig a turisztika az az iparág, amit itt fejleszteni kell Európába, hiszen termelés viszonylag nehéz az ázsiai konkurencia miatt, de a turizmus az hozza a pénzt, tehát hogy ide jönnek az emberek, az hozza a pénzt, és a repülőtérhez hozzájárulhat. Ugye, hogy honnan indítsuk a járatot, ezt én most nem kívánom megmondani, viszont... Igen, egyik oldalról Pogányból. Köszönöm szépen alpolgármester úr hozzászólását. Én a másik desztinációra gondoltam, tehát hogy Pogány és mit kössön össze a járat. Nyilván ötletek vannak, de az alapnak az lenne a célja, hogy el lehessen menni tárgyalni azokkal a légitársaságokkal, akik potenciálisan célba jutathatnak ide ugye egy repülőgépet Pogányba, és hát ha sikerül beindítani járatot, amiben én nagyon bízom. Ez a 4 millió forint, ez nem olyan sok, de költségtérítésre elegendő. Némi marketinganyag készülne még ebből az alapból, de mindenképpen elmondanám, hogy nem arról szól ennek az alapnak a létrehozása, hogy itt marketing kiadványokat készítsünk, és ezeket terítsük Európa szerte, mert ehhez 4 millió forint nem elég. De nem is ez a célja, csak annyi fizikailag megfogható marketinganyag készülne, ami a tárgyalásokhoz szükséges, és utána tárgyalások folynának. Az alap kezelésére én Dragoárc Márkot bíznám meg, aki a repülőtérnek az igazgatója, hiszen ő az, aki a legjobban ért a témához. Elmondanám még, hogy ugye párhuzamosan indult egy civil kezdeményezés, én az ő véleményeket is kikértem a számításoknak az elvégzésénél, és ők is úgy vélik, hogy ez az összeg, ez egy kezdeti beruházást jelentett ahhoz, hogy elinduljanak itt a repülőgépek. Azt is elmondanám, hogy információm szerint Debrecenben létrehozták ezt az alapot, ott 30 millió forintot szántak rá, nyilván itt most nincsen ekkora költségkeretünk, kezdjük egy kisebbel, és a Magyar Turizmus ZRT állásfoglalása az, hogy ő is tudja támogatni ezt az alapot, nyilván ez majd akkor tárgyalható le pontosabban, amikor az alap létrehozásra kerül. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, megadom a szót Keresztes Óránt képviselő úrnak. Köszönöm, polgármester úr. Azt hiszem előterjesztőként Smukrolan igen részletes képet tárt elénk arról, hogy tulajdonképpen mi az alap probléma itt a reptérüzemeltetéssel kapcsolatban, és hogy milyen módon, milyen lehetőségeket kellene kihasználnunk, és milyen feladatokat kellene megoldanunk ahhoz, hogy a reptér valamilyen módon betölthesse a funkcióját. Azért annyiban utalnék rá, hogy némileg azért vannak eltérések az elképzeléseink között. Az LMP kifejezetten nem a multi cégek ide csalogatásának kapcsán érzi fontosnak a reptér beindítását, ez csak egy kis közbevetés.
Hát azzal kapcsolatban is ugye egyértelmű az NLP álláspontja, hogy a légi közlekedés semmiképpen nem tekinthető zöld közlekedésnek. Elsősorban ugye a nagyobb városok közötti kötött pályás közlekedést preferálnánk, hogy ez lényegesen közelebb áll a környezet kímélő közlekedési módokhoz. Ugyanakkor itt most abból a helyzetből indulunk ki, hogy tulajdonképpen van már egy repülőtér. Hát egy olyan repülőtér, ami hát a beruházás időpontjában mondhatna, hogy némileg egy meggondolatlan beruházásként készült el, és ilyen jó pár milliárd forintos kötelezettségvállást jelentett az önkormányzatnak. Most lehetne erről vitatkozni, hogy miért nem gondolták végig annak idején a döntéshozók, amikor ezt kezdeményezték, hogy ennek mi lesz a következménye, és milyen módon lehet majd fenntartani. Ugyanakkor mindenképpen a jelenlegi helyzetből szeretnénk kiindulni. Abból a helyzetből, hogy már megvan ez a reptér, a tartozás ugye él, ezzel kapcsolatban a tartozást vissza kell fizetni. Most ennél rosszabb nem történhet jelenleg, mint hogy van egy repülőterünk, amit nem használunk semmilyen, mert tulajdonképpen nem közlekednek rajta járatok, vagy esetleg a nyári időszakban némi charterforgalom van. Tehát alapvetően a célt mi támogatjuk, és támogatjuk azt, hogy ha már van ez a repülőtér, annak ellenére semmiképpen nem tekinthető zöld közlekedésnek, de a város érdekében és a régió és a megye érdekében mindenképpen szükséges, hogy ez a repülőtér elkezdjen működni. És a repülőtér segítségével, hogy ha már van ez a repülőtér, akkor Pécs és Baranya megye bekapcsolódhasson a nemzetközi turista forgalomba még sokkal inkább, mint jelenleg megfigyelhető. Nem olyan rég elmentünk néhány kollégával, megtekintettük a repülőteret, körülnéztünk, még nem voltam meg az épületen belül, és hát látjuk, hogy tulajdonképpen ez a repülőtér minden tekintetben készen áll arra, hogy üzemeljen, minden tekintetben készen áll arra, hogy egy komolyabb utasforgalmat valósítsunk meg. Hogyha ehhez az kell, hogy ilyenfajta marketing tevékenységekkel úgymond forgalmat csalogassanak a hozzáértő szakértők a reptérre, olyan szempontból ez mindenképpen támogatható, és meg is fogjuk szavazni az előterjesztést. Úgy gondoljuk, hogy annál nagyobb felelőtlenséget nem lehet csinálni, mint hogy Pécs egyik legfontosabb vagyontárgya tekintetében lemondó nyilatkozatokat teszünk, mondjuk amire már volt példa itt a pécsi közgyűlés ülésén. Sajnos itt már egészen extrém kijelentések is fogalmazottak meg. Én úgy gondolom, hogy az a mindenkori város vezetésnek is felelőssége, hogy megtegyen mindent annak érdekében, hogy a már meglévő repülőtér üzemeljen, és ezáltal is próbálja legalább részben megtermelni a fenntartási költségeket. Ezért szeretném javasolni a kormánypárti képviselőtársaimnak is, hogy szavazzák meg az előterjesztést. Mi így fogunk tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Csizi Péter alpolgármester úrnak megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Érdekesen hallottam az előtte, vagy hallgattam az előttem szólókat, és hát örülök annak, hogy a Magyar Szocialista Párt 7 év után eljutott oda, hogy elkezdett egy kicsit is gondolkodni a repülőtér jövőjét illetően. Tisztelt képviselő úr, elkéstek. És a repülőtérrel most nem az az alapprobléma, hogy hány és milyen forgalmat biztosít. Igen, ennek kellett volna, hogy legyen akkor, amikor döntöttek arról, hogy több mint 4 milliárd forintot költünk ennek a repülőtér kialakítására. De még ez erre se voltak képesek, hogy a repülőtér kialakítását rendes jogi helyzetbe tegyék meg. Két cég, keszekusza tulajdoni viszonyai, és ma is futó napvizsgálat jellemzi a repülőteret. Az ön párttársa, többek között az ön egyik párttársát kellene első körben megkérdeznie, hogy mit, miért csináltak a repülőtérre az elmúlt 7 esztendőben, ami miatt oda jutottunk, hogy ma nincs rend a Pogányi reptéren. De ez nem csak a repülésről és a forgalomról és a turista útvonalakról szól, nem. Először arra kellene, hogy választ adjon a Magyar Szocialista Párt, hogy miért kellett ilyen átláthatatlan viszonyokat teremteniük, és miért kell közel fél, 3-4 éven keresztül azon dolgozni, hogy ez megoldódjon. Ahogy ígértem önöknek, októberre, legkésőbb októberre ez a téma is ide jön majd a közgyűlés elé, és választ fogunk adni minden olyan kibogozhatatlan ügyre, amit egyébként önök okoztak. A legfontosabb, hogy mi az alapvető probléma, az majd az októberi közgyűlésen azt hiszem ki lesz fejtve. De a másik, hogy azt mondta Keresztes képviselő úr, hogy önök jártak a reptéren és körbenéztek, érdeklődtek, akkor mégsem sikerült tüzetesen beszélni az ott dolgozókkal, hiszen a légi marketing alapot elindítottuk 1 millió forint értékben, mert úgy gondoljuk, hogy az 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 összeg, amivel először meg kell nézni részletesen, hogy valóban mit hirdetünk,
hol hirdetünk meg, és attól milyen eredményt várunk. Nagyon szép és jó ez az előterjesztés, tényleg nagyon jól hangzik, és nagyon örültem én is egy kezdeményezésnek, hogy mentsük meg a repülőteret, még akkor is, hogyha az MSZP-től érkezve egy kicsit későnek tartom. De ez egy tipikus MSZP-s előterjesztés. Benne van, hogy 5 millió forint, de nincs megnevezve a forrás. Benne van, hogy 5 millió forint, de nincs meg, hogy mire. Hogy tételesen mire, hogy mire költsük el, hogy hol reklámozzunk, hogy milyen fórumon. Azért 5 millió forintot el lehet költeni jól is, és 5 millió forintot el lehet költeni rosszul is. Azt hiszem, ha MSZP-ről van szó, akkor inkább az utóbbi jut nekünk eszünkbe. Az 1 millió forint egyébként, ami már elindult, az a repülőtér költségvetésében benne van. 125 millió forintot kaptunk a magyar államtól, ez az a tartozás, amit éveken keresztül a Baranya megyei önkormányzat felhalmozott a repülőtér irányába. Ezt a magyar állam köszönhetően a város közreműködésének már kifizette a reptérnek, és azt mondjuk, hogy az 1 millió forintot már tételesen tudjuk, hogy milyen marketing eszközökre fogjuk elkölteni. Úgyhogy fogadva az ön jó szándékát, és a közös erőfeszítésünket annak érdekében, hogy az igencsak bosszús és szomorú múlt után ennek a repülőtérnek hosszú távú jövője legyen. Én arra teszek javaslatot, hogy ezt így most, ezt a marketing alap előterjesztést halasszuk el, napoljuk el. Napoljuk el arra az időre, amikor már látjuk, hogy abból az 1 millió forintból, amire megvan a fedezet, amit tudjuk pontosan, hogy mire költünk el, milyen eredményt érünk el. Annak az eredménynek az értékelésére után pedig döntsük el, hogy hogyan tovább marketing alap, vagy pusztán a repülőtér költségvetésében fennálló összegeket fordítsuk nagyon tudatos módon, nagyon jól lehatárolva a repülőtér reklámozására. Hiszen valóban kellenek a kapcsolatok, a jó kapcsolatok, mert csak a kapcsolattal fog majd ez a repülőtér forgalommal növekedni. Úgyhogy arra kérem a képviselőtársaimat, hogy az elnapolásra javaslatomat fogadják el. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő. Akkor erről most azon és szavazásra rendelek el. Ügyrendi javaslat hangzott el a napirendi pont elnapolásáról. Kérem erről a szavazást. És 15 igennel és 4 nemmel az elnapolást eldöntötte, ilyen módon a napirendi pont tárgyalására később fog sor kerülni, és folytatjuk a mostani vitát. Tisztelt közülés, a következő napirendi pont, amit tárgyalunk, a kézművesek Baranyai Egyesületével kötött közművelődési megállapodás módosítása. Mór Eszter előterjesztőként kíván ezt szólni, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Az Egyesület, illetve a rész önkormányzat közös döntése alapján az Egyesület a továbbiakban nem tudja vállalni a településrész közművelődési feladatait, ezért kérem, hogy a közös megegyezésre való tekintettel támogassák az előterjesztést, és arra felhívnám a figyelmet, hogy a feladatok nem maradnak ellátatlanul, hanem a Szivárvány Gyermekház intézményegység fogja megvalósítani a jövőben, amelyről a rendelkezés, illetve a döntés szintén rendelkezik. Köszönöm. Köszönöm én is. Hozzászólás segélyt nem látok, kérem a szavazást. Húsz igennel a közülés elfogadta az előterjesztés. Következik álláshelyek módosítása a közoktatási intézményekben című előterjesztés. Bognár László alelnök úr, tessék parancsolni. A bizottsági elnök úr, bocsánat. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Fenntartó képviselőtestet mindig ilyenkor szokta tanítani, rendjez igazodóan meghozni ezt a döntését. A döntésében a meghatározó elemek egy korábbi bizottsági hatáskörbe utalt döntés a iskolai osztályok, illetve csoportok számának a meghatározása, illetve hát a létszám meghatározásban tükröződnek korábbi testületi döntések, átszervezésekkel kapcsolatos döntések is. Összességében azt lehet mondani, hogy a leépítésre javasolt létszám az intézményenként egy-két fővel érinti a intézményeket. A jó része nyugdíjaztatással megoldható,
Egy-két intézmény esetében van kivétel, de itt átadás, átvételről van szó, és itt a új fenntartó, itt a Török István utcai intézményegységre gondolok, a továbbfoglalkoztatást biztosítja. Tehát összességében legtöbb esetben egy-két fővel érinti az intézményeket a leépítés, illetve hát a gyereklétszám csökkenés is döntően meghatározza ezeket a létszámkereteket. Az albizottság két módosító javaslattal fogadta el az állásfoglalást, ezeket szeretném ismertetni. Az egyik módosító, amit az albizottság elfogadott, a következő, és ezt javasolja a közgyűlésnek is elfogadásra. A közgyűlés a Városközponti iskola átszervezésére tekintettel a Mátyás Király utcai általános iskolában engedélyezi két igazgató helyettes megbízását 2012. szeptember 1-től 13. augusztus 31-éig, ugyanis a Felsővámház utcai iskolának a megszüntetésével a legtöbb tanuló a Mátyás Király utcai iskolába iratkozott be, és itt indokolt a plusz feladat. A másik módosító, amit az albizottság támogatott és a közgyűlésnek is támogatásra ajánlja, a következő: közgyűlés felkéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az ezen határozat alapján felmentésre kerülő közalkalmazottakat az esetlegesen megüresedő állásaik betöltése során részesítsék előnyben. Kérem a tisztelt közgyűlés, hogy a albizottság által elfogadott módosításokkal támogassa az állásfoglalási javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, megadom a szót Meister András képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, ez az előterjesztés arról szól, hogy 49,84% álláshelyet az oktatói állományból és 10,25% álláshelyet a nem oktatói állományból a város megszüntett valamilyen indokkal. A albizottsági ülésen én rákérdeztem arra, hogy mennyi az a létszám, aki ténylegesen utcára kerülne most ennek a döntésnek az értelmében, mert ahogy Bognár László is elmondta, egy részét ennek a létszámnak a más fenntartók átveszik, más része pedig nyugdíjazásra kerül, tehát ilyen módon nem kerül az utcára. És ha egy mód van rá, akkor ezeket a végleges leépítéseket el kellene kerülni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy mondjuk 40-50 év körüli pedagógus nagyon nehezen tud elhelyezkedni, mert gyakorlatilag nincsen hol. Éppen ezért volt az a javaslat, hogy az intézményvezetőket fölkérjük, hogyha van üresedés valamilyen oknál fogva, akár azért, mert valaki gyesre megy, vagy más intézményből, akit nem érint a leépítés, nyugdíjazásra kerül, akkor hogyha szakmailag megfelelő az illető, akit leépíteni kellene, akkor őt vegye át. Hiszen nyilván nem olyan esetben akarjuk ezt a felvételt, hogyha mondjuk egy énekszakos helyett egy matematikust vegyenek föl, hanem olyan, amikor is a szakmája megfelelő. De ha lehetséges, lehet, hogy ebben a nagy iskolarendszerben ez a pár ember, mert információm szerint ez kb. 14 szemét érint a pedagógusok közül, és egy 5-6 szemét a technikai állományból, akkor ezt lehetséges, hogy meg tudjuk úgy oldani, hogy végül is nem kerül utcára senki. Tehát ezért javasoljuk azt, hogy a módosító indítványokat a közgyűlés fogadja el. Ugyanakkor persze az is látszik, hogy a gyermeklétszám csökkenése, illetve bizonyos törvénymódosulások, gondolok itt elsősorban a szakképzésnek a módosulására, szakképzési törvény módosulására, azt eredményezik, hogy folyamatosan csökken az intézményeinkben lévő gyerekek száma, és hát így a hozzájuk rendelt pedagógusok száma is csökken, aminek az a következménye sajnálatosan, hogy a álláshelyek számát változtatni kell. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor elsőként a bizottság két módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Egyenként szavazunk a két indítványról, tehát elsőként Bognár László albizottság elnök úr első javaslata kerül megszavazásra. Kérem erről a szavazást.
Köszönöm szépen. 21 igennel elfogadta a képviselőtestület, és most a második számú, időben második számú javaslatról kérem, hogy szavazzunk. Igennel és két tartózkodással elfogadta a közgyűlés, és ezen módosításokkal végső formába került határozatról kérem, hogy történjen szavazás. Igennel, két nemmel és három tartózkodással fogadta el a közgyűlés. Következik az EUNET 2000 non-profit KFT-vel kapcsolatos döntések meghozatala címet viselő előterjesztés. Csivi Péter előterjesztésében megadom a szót alpolgármester úrnak, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Megadom a szót Smuk Roland képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztés mellékleteként van egy üzleti terv, aminek nagyon örülök, mert végre látjuk, hogy hosszú távú tervezés történik, legalábbis az EUNET-nél. Ezt szerintem mindenképpen pozitív, amit kiemelném. Ezen belül is a 17. oldalon olvashatunk egy olyan dolgot, hogy a hálózatba kapcsolt önkormányzati intézmények minden dolgozója között ingyenes kommunikáció történhet, hogyha kiépíteni az EUNET a erre szolgáló OICP hálózatot, és ezzel az EUNET szerint a kommunikációs kiadások mintegy 20%-os csökkentése érhető el. Ezt azért emelem ki, mert nem vagyok benne biztos, hogy képviselőtársak mindegyike elolvasta az üzleti tervet, viszont ez egy olyan pontja az üzleti tervnek, amivel szerintem ténylegesen foglalkozni kellene, hiszen folyamatosan arról megy a vita, hogy hol lehetne a költségvetésben spórolni, és ez egy olyan pont, ahol tényleg lehetne szerintem spórolni. Érdemes lenne kiszámolni, hogy a 20% ez konkrétan mennyi, sajnos üzleti terv nem tartalmazza, hogy ez forintálisan mennyi, de én úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen foglalkozunk. Tehát ilyen szempontból én megdicsérném az EUNET-et, hogy gondol arra, hogy hogyan lehetne az önkormányzatnak spórolni. Másik szempont pedig az, hogy ugye szintén szerepel a leírásban, hogy megépítették az ingyenes wifi-t, ami már nem most készült el, hanem korábban, ezt úgy jelezném, hogy nem működik. A Széchenyi téren sikerült fölcsatlakoznom, de mindenhol máshol, ahol próbáltam, még a nevelési központnál is, ahol relatíve új ez a wifi megoldás, nem működik, sehol máshol nem sikerült fölcsatlakoznom a wifi-re, még pár másodperce sem, egyedül a Széchenyi téren, ott is nagyon lassú, nyilván nem várható el az óriás sebesség, de szerintem az EU-nak meg foglalkozni kéne azzal, hogyha kiépített egy wifi hálózatot, akkor ez működjön. Úgyhogy szeretném megkérni az EUNET-nél azt, aki éppen hallja, amit mondok, vagy pedig polgármesterül, hogy tolmácsolja az EUNET Kft. Fele, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával, és tegyék működőképessé a wifi-t, illetve még azt is megkérem polgármester úrtól, hogy foglalkozzon ezzel a megtakarítási lehetőséggel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, akkor a polgármester úrnak megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Azt hiszem, maximálisan egyetértünk képviselő úrral, hogy van olyan terület, ahol az EUNET, vagy inkább úgy hívnám, hogy egy informatikai szolgáltató cég, ami 100%-osan az önkormányzat tulajdonában áll, az spórolni tud az önkormányzatnak, az intézményeinek és cégeinek egyaránt. Sokkal több lehetőség van ebben, mint amint ön is mondott. Ön egyet kiemelt, egy nagyon fontos elemet, de úgy gondolom, hogy ennél tágabb az a spektrum, ahol egy ilyen informatikai cég költséget tudna úgy spórolni az önkormányzatnak a beszerzésein és esetlegesen a saját maga által elvégzett feladatokon keresztül, hogy közben a munka az ellenőrizhető és minőségileg is kifogástalan. Azért fontos ez, mert ma nagyon súlyos milliókat költ az önkormányzati intézményrendszer valamilyen informatikai beszerzésre. Ez ma egységesen felügyelettel alatt sajnos nincsen tartva. Azért gondoljuk azt, hogy az EUNET-et, és inkább hívnám most már úgy a jövőben, hogy egy pécsi informatikai céget azért kellene fejleszteni, hogy minden informatikai beszerzésünk egy önkormányzati tulajdonú cégen keresztül menjen. Ezzel egy részről pénzt is lehet spórolni, más részről pedig árérték arányban a legjobb beszerzéseket lehet
úgy tartani, hogy közben meg kell vizsgálni, hogy mik azok a pontok, amit egy saját cégünk fejlesztése esetén a saját önkormányzati tulajdonú cégünk maga is el tudna látni, és fölösleges ezt külső piacról beszerezni. Azért mondanám, hogy 100%-osan önkormányzati tulajdonú legyen ez a cég, mert ez az előterjesztés arról szól, hogy a ma többségében önkormányzati tulajdonú cégből hogy lesz 100%-os, hogyan lehet a ma állami tulajdonrészt, ilyen 4,5%-os és a 10%-os üzletrészt, ami egy külső szereplőnél, egy cégnél van, becsatornázni az önkormányzathoz, és ez az előterjesztést azt indítja meg, amit ön is képvisel, hogy a holding irányítása alatt elinduljon egy valós informatikai irányítás Pécs városában. Az EU-net erre jó alap, de azt hiszem mindannyian ebben a teremben órákon át tudnánk meglevezni azokat is, a hibákat és lehetőségeket, amiket a múltban már vagy elkövetett, vagy pedig nem fogott meg az EU-net. Hiszen ne felejtsük el, hogy ez a cégünk nem csak szolgáltató, hanem ő rendelkezik egy nagyon komoly alépítményhálózattal is, amiben rejlő üzleti potenciált sajnos az elmúlt 5-10 esztendőben nem ragadta meg. Most ezen az úton indultunk el, ez az első lépés, és úgy gondolom, hogy nagyon hamar látható eredményei is lesznek ennek az átalakulásnak. Köszönöm szépen a támogatását. Köszönöm szépen, a polgármester úr. Akkor most két szavazásra fog sor kerülni. Elsőként a Leonet 2000 non-profit Kft-vel kapcsolatos döntésekről történne szavazás. Kérem erről a döntést és a szavazást. Igen, 5 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés, és másodjára pedig az a határozat kerülne megszavazásra, amelyik a Pécsi Holding ZRT jegyzettőkének apport keretében történt felemeléséről szólna. Kérem erről a szavazást el. Igennel és 5 tartózkodásra fogadta el a közgyűlés. Köszönöm szépen. Most az a napirend következik, amit a mai reggelen kérte Hoppá Péter, hogy ezen napirendi pont, tehát 18-as sorszámra kerüljön elő a 40-es sorszámról, ami kulturális szívalapítványok támogatásának jóváhagyása cím előterjesztés. Nagy Csaba, aki átvette az előterjesztést, nem tudom, kíván-e szóba elkiegészítésre. Igen, megadom a szóba elkiegészítésre. Köszönöm szépen, elnézést. A fesztiválok egyéb rendezvények támogatása sorról kerülne felosztásra az előterjesztés szerint a következő téma szerint az összegek. A Pécs Története Alapítvány 500 000 forintot, a Pécsi Szeme Alapítvány 199.200 forintot, a Pécsi Férfikar Alapítvány 2 millió forintot, a francia nyelvű diákszíni játszásért alapítvány 400 000 forintot, a Néptánccal a gyermekekért alapítvány 80 000 forintot kapna ebből a keretből. A részletes indoklást olvashatták képviselőtársaim. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, képviselő. Van-e hozzászólás igény? Ha nincs, akkor kérem a szavazást. Nem rosszul mondom, 18 igen és 2 tartózkodással fogadt el a közgyűlés. Következik egy rendben. Csizi Péter úr. Mester úr, a pénzügyi és gazdasági bizottság rendkívüli ülése miatt szeretnék kérni 5 perc gyors szünetet, amennyiben ez lehetséges. Értem, akkor most egy rendkívüli szünet, 5 perc időtartalma következik, addig kérem, hogy senki ne menjen messzire. Köszönöm szépen.
régi egykori polgártársunk. Pécsváros önkormányzata közgyűlése most folytatja munkáját, a képviselőtestület a továbbiakban még 40 előterjesztést tárgyal meg napi rendjén. Jelenleg a díszsírhely adományozása néhai Abai Nemes Oszkár részére elnevezésű előterjesztést tárgyalják. Kérem a szíves támogatásukat. Hozzászólás igényt nem látok, kérem a szavazást. Igennel a közgyűlés elfogadta az előterjesztést. Következik a közgyűlés nyári szünet időpontjának meghatározása címet viselő anyag. Ugye az nyilván közismert, ez a mai az utolsó rendes közgyűlés a testületnek a nyári szünet előtt. Elvileg rendes közgyűlésünk szeptember 19-éig tart, tehát kérem, hogy erről döntsön a közgyűlés, ennek a tudomásul vételéről kérem a szavazást. Igen, és egy tartózkodással a közülés elfogadta a javaslatot. Következik a 20/A napirendi pont, ez egy kettéosztott napirendi pont, és a második részét ennek a témának Kővár János bizottság elnök úr fogja majd elővezetni. Ilyen volt az első részről szólnék én magam. Én emlékeztetnék mindenkit a tavaly októberi adóemelésekre és adóváltozásokra, amiket a közülés akkor elfogadott, és a rendeletünk ilyen módon módosult. Már akkor jeleztük, hiszen várható volt, hogy a vállalkozások túlnyomó többsége nehezen fogja majd ezt a változást tudomásul venni, tehát a gazdasági helyzete emiatt nehezebbé, vagy még nehezebben elviselhetővé válik. Éppen ezért 100 millió forintos hitel támogatási keret került elkülönítésre, ebből 60 millió forint lenne az, ami kifejezetten a vállalkozások, a pécsi vállalkozások részére kerül majd megítélésre. Kifejezetten elvárás az, hogy azok a cégek, amelyek ilyen támogatást kívánnak igénybe venni az önkormányzat segítségével, a létszámukat ne változtassák, tehát létszámnak nem szabad változnia, vagy csökkennie legalábbis semmiképpen a időszak alatt, illetőleg egy olyan fajta beadási rend van, amely alapján minél nagyobb rétegnek kívánunk e tekintetben támogatást nyújtani. A időközbeni konzultációk és egyeztetések alapján majd hamarosan Hegyi Ákos révén néhány pontosítás is megszületik, amelyik módosításként kerül majd elénk. Én ezt mindenütt először már is jelzem, hogy befogadom, hiszen egyeztettünk erről. Úgyhogy ezzel a két információval együtt, amit az előterjesztés maga jutag módosító javaslat tartalmaz, amit állítólag minden képviselő megkapott egyébként, kérem szíveskedjenek támogatni ezt az előterjesztést. Elsőként Smuk Roland úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, hogy itt gyakorlatilag két összefonódó előterjesztésről van szó. Az egyik az egyes, másik a kettes pontot takarja, amely egy 100 milliós alapnak a felosztása benne van a költségvetésben. Annak idején nagyon örültem, belekerült a költségvetésbe ez a 100 milliós gazdaságfejlesztési keret. A kettes rész én mindenképpen nagyon jónak tartom, úgyhogy ahhoz nem is fogok hozzászólni. Ez egy 40 millió forintos rész, amiből különféle konkrétan megjelölt dolgok jönnek létre. Nyilván ezt most ne ragúzzuk tovább, hanem nézzük az egyes részt. Nekem az egyes résszel, ezzel a 60 millió forintos résszel van problémám. Ez kicsit olyan, mintha ez egy ilyen adó visszafizetési alap lenne. Tehát ugye, hogy úgy kérhetik vissza vállalkozások a pénzt, ahogy befizették, maximum befizetett összeg feléig,
jutnék hozzá konkrétan a telek és ingatlanadó befizetési összeg felé. Szerintem ez nem fogja fejleszteni a gazdaságot. Tehát én nem látom ennek a gazdaságfejlesztő hatását, ez inkább egy adócsökkentés bizonyos mértékben. Nyilván lehet ilyen alapot létrehozni, tehát nem mondom azt, hogy ennek az alapnak a létrehozása a rossz gondolat, de akkor ezt nem a gazdaságfejlesztő intézkedések között kellene tárgyalni, hanem inkább valamiféle adókedvezmények vagy adó visszafizetési alap között, és meg kell találni a költségvetésbe erre ezt a 60 millió forintnyi összeget. Hogyha már 100 millió forintot ugye beterveztünk a költségvetésbe gazdaságfejlesztésre, akkor jó lenne, hogyha ezt tényleg gazdaságfejlesztésre tudnánk költeni, és nem olyan pályázatot írnánk ki, ami hasonló egyébként létezik országos szinten, EU-s pályázatok rendszerében, amikor bizonyos százalékot adnak különböző féle beruházásokra. Ott nyilván nem kötik a befizetett adóhoz, de ugyanígy munkahely megtartáshoz, vagy munkahely teremtéshez kötik, ahogy ez a pályázati kiírás is, amit itt előterjesztésként megkaptunk. Szerintem ezen még tovább kellene gondolkodni, hogy konkrétan mit csináljunk, és valami hasonló módon kellene felosztani ezt a 60 milliós részt is, mint ahogy a kettes részben a 40 millió forint föl van osztva, mert én úgy látom, hogy abból tényleg lehet gazdaságfejlesztés, de ebből az elsőből én nem látom, hogy hol fog fejlődni a gazdaság. Ezért én javaslatot teszek arra, hogy ezt az egyes részt napoljuk el a következő közgyűlésig, és addig gondoljuk át, hogy hogyan lehetne tényleg olyan projekteket elindítani, amit ténylegesen a gazdaságot fejlesztik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Ugye most már a többedik ilyen eset a mai nap folyamán, hogy elnapolásra történik javaslat, úgyhogy most már rutinszerűen teszem fel a kérdést, ki kívánja elnapolni ezt a napirendi pontot előterjesztőként. Nem támogatom egyébként, kérem a szavazást. Négy igen, 15 nem és egy tartózkodás volt az elnapolás, a kapcsolatos szavazás ilyen módon a közülés ezt elvetette. Annyit mondanék, képviselő úr, hogy valóban lehet, hogy a cím nem szerencsés, a címadás ennek a napirendi pontnak nem szerencsés, hogy ez ilyen néven került elő. Nem akartunk újabb címeket gyártani, ennek ezért inkább Római 1-2-re bontottuk ezt az előterjesztést. De higgyel, miután nagyon sok vállalkozóval van nekem személyes kapcsolatom, hogy igen, lehet, hogy egyfajta adó visszatérítés sem adunk, még ezt sem általom kimondani, de nagyon sok olyan igény van, amit nem lehet másként igazából akceptálni, csak ilyen formában. Tehát egyrésztről, és ebben volt egyébként Kővár Jánossal is, nem mondom vitánk, de többször egyeztettünk egymással, hogy a gazdaságfejlesztésnek van egy olyan része, amit a kettes pont tartalmaz, tehát konkrét gazdaság érénkítő lépések vannak ebbe, és vannak olyanok is, amelyek a leszakadtakat próbálják megsegíteni, ha úgy tetszik. Ebben semmi pejoratív vagy lesajnáló ilyen nincs ebben a mondatban, vagy nem volt, hanem egész egyszerűen erre is figyelemmel kell lennünk, és ezért történt meg ennek a Római 1-es című napirendi pontnak a beépítése ebbe a gazdaságfejlesztési körbe. Úgyhogy ez volt ennek a magyarázata. Hegyi Ákos úrnak megadom a szót, képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ahogy polgármester úr is jelezte, ma korra reggel egyeztettünk az előterjesztésre, és tettem javaslatokat módosításra, és ezeket szeretném a közgyűlés elő és az érdeklődők elé tárni. Én azok közé tartozom, akiknek a Pécs városában nincsen semmilyen cége, tehát előre bocsájtanám, hogy semmilyen érdekem nem fűződik ahhoz, hogy ezek a módosítások, vagy ez a napirendi pont előterjesztésen átkerüljön. Tehát sem egyéni vállalkozóként, sem kis vállalkozóként nem veszek részt a város gazdasági életében. Viszont egyetértek polgármester úr abban a koncepcióban, hogy a Pécset adózó cégek, kis- és középvállalkozásokat, akik rendszeresen és időben befizetik a helyi adókat, azokat valamiféle gazdaságfejlesztő támogatásban részesítsük. Szerintem ezek a cégek, hogy ezt gazdaságfejlesztésként, adóvisszatérítésként vagy egyéb címen kapják meg ezt a támogatást, nekik ez viszonylag a legkisebb mérvadó rész ebben a történetben. Igazándiból az a fontos, hogy végre van egy kezdeményezés, ami által pénzhez jutnak a pécsi közép- és kisvállalkozások. Első módosítási javaslaton egyébként magában a címre is vonatkoznám. Én szeretném, hogyha ez a pályázati kiírás kizárólag a mikro- és kisvállalkozásokra koncentrálódna, hiszen hogyha a középvállalkozásoknak a definícióját megnézzük,
akkor a középvállalkozások mérete már szerintem Pécs viszonylatban is olyan jellegűek, akik most jelen pillanatban ebből a mértékű keretű támogatásból szerintem nem kell, hogy részesüljenek. Tehát itt 250 fő alatti foglalkoztatásról beszélünk, tehát 50 és 200 fő fölött. Egy 15 milliárd forintos nettó éves forgalommal vagy bevétellel. Tehát én azt mondom, hogy ez a kategória szerencsésebb lenne, hogyha kikerülne az előterjesztésből, és kizárólag az 50 fő alatti mikro- és kisvállalkozásokra koncentrálnánk. Tehát ez lenne az első módosítási javaslatom. A második módosítási javaslatom az a pályázat negyedik pontjára, a pályázati feltételekre vonatkozna. Itt két lehetőséget ad a pályázat a statisztikai létszám megadásának a dátumára. Én ebből az első dátumot javaslom, és kérem, hogy csak ez maradjon benne a kiírásban. Tehát magyarul a pályázó 2011. december 31-én fennálló átlagos statisztikai állományi létszámát kell, hogy jelentse a pályázatban. A harmadik módosító indítványom az a 7-es ponthoz kapcsolódna, pályázati dokumentáció címén. Itt egy kisebb pontosításra tennék javaslatot. Itt azt hangzik el, hogy a dokumentáció, tehát a pályázati felhívás az a pécsi önkormányzat honlapján, a www.gov.pécs.hu honlapon fog megjelenni. Én arra tennék javaslatot, mivel ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult egy friss látogató számára ez a honlap, nagyon nehezen tud eligazodni, ezért javaslatot tennék róla, hogy van egy online ügyintézés menüpontnak egy kis és középvállalkozások nevű almenüpontja. Én azt szeretném, hogyha ide kerülne be ehhez a pályázathoz kapcsolódó minden információ, maga a dokumentáció, az eredmények is itt jelenének meg, és ha lehetséges, akkor akár egy minta pályázatot is el kéne készíteni az önkormányzatnak a legnyilvánvalóbb információkkal. A következő módosítási javaslatom az a foglalkoztatottakra vonatkozna, gyakorlatilag a bírálati szempontokra. A támogatási javaslat támogatásról szóló döntésfejezethez. Az eredeti szövegben az van megfogalmazva, hogy a foglalkoztatott munkavállalók számának rangsora szerint lesznek elbírálva a pályázatok. Ez szerintem ez egy túl nagy kategória, és többféle értelmet is ad ez a mondat az olvasók számára. Ezért én azt javasolnám, hogy elsősorban próbálják meg a pályázat bírálói a kis létszámú mikrovállalkozásokat előnyben részesíteni, és a fennmaradó támogatási összegnek a részében pedig a kisvállalkozásoknak a pályázatait beérkezési sorrendbe fogadják el. Ez természetesen csak abban az esetben érvényes, hogyha a pályázat olyan mértékű beadvány áradata árasztja el a bíráló bizottságot, amelynek az összértéke meghaladja a pályázati keretet is. A hatodik módosítási javaslatom az pedig a kifizetés dátumára vonatkozna. Az eredeti felhívásban az szerepel, hogy két ütemben javasolják a kifizetést, az elnyert pályázati támogatások a kifizetését a nyertes vállalkozók számára. Én végigszámoltam az elbírálás napét, az eredményhirdetés, az esetleges hiánypótlásokat, és a két kifizetési dátum között 3-4 hét lenne maximum. Én ezt hiszem, hogy ennek nincs különösebb jelentősége egy vállalkozás életében, hogy novemberben vagy decemberben kapja meg azt a pályázatot, amire egyébként az év elején az üzleti tervében nem számított. Tehát én arra teszek javaslatot, hogy december 31-ig kerüljön egy összegben a teljes pályázati összeg kifizetésre. Ezzel megspórolunk a hivatal számára is nem kevés munkaidőt és papírozás valami költségeket. A hetedik és egyben utolsó módosítási javaslatom a pályázat benyújtásának határidejére vonatkozna. Itt egy nagyon hosszú pályázati beadási határidő van, ami abból a szempontból a kiíró jól gondolkodott, hogy minél előbb elkezdjük a pályázat beadását, annál előbb rávesszük a mikro- és kisvállalkozásokat, Pécset, hogy befizessék az adójukat, viszont nagyon el lehetetleníteni a bíráló bizottság munkáját. Én ezért arra tennék javaslatot, hogy ezt az időt egy két hetes, 15 napos időintervallumra szűkítsük le, méghozzá 2012. szeptember 15-től lehessen beadni a pályázatot, tehát attól a naptól kezdődően, amíg be lehet fizetni a helyi adókat mindenféle egyéb büntetés megszabása nélkül, és szeptember 30-áig
legyen nyitva ez a pályázati lehetőség a pécsi kis- és középvállalkozások, jobban van mikro- és kisvállalkozások részére. És egy kérdésem lenne záróasképpen jegyző úrhoz, hogy az állásfoglalásban szükségeltetik-e ki külön pontként venni azt, hogy a polgármestert felhatalmazzuk a kialakuló szerződések aláírásáról, mert erre nem láttam utalást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, megadom a szót Kővári János bizottsági elnök úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy most egybe tárgyaljuk ezt a két napirendet, vagy külön-külön? Szerintem külön tárgyaljuk. Akkor ehhez a napirendhez, tehát a pályázathoz néhány gondolatot szeretnék Smuk képviselő úrnak mondani, hogy valóban polgármester úr, nekünk ebben volt vitánk, hogy milyen legyen a gazdaságfejlesztési intézkedés, milyenek legyenek, milyen iránya, milyen célja legyen. Én azt gondolom, hogy sikerült azért megtalálni két olyan fontos célt, ami nevezhető gazdaságfejlesztési intézkedésnek. Ez is, ez a pályázati kiírás is. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy adóbefizetést kap vissza valaki, hanem azt kell vállalnia, hogy megtartja legalább azt a statisztikai létszámot, ami 2011. december 31-én volt, vagyis nem bocsát el dolgozót, nincs létszám leépítése. És ez a mai világban, hogyha a gazdaságot jól ismeri, akkor tudja, hogy ez már önmagában is gazdaságfejlesztő intézkedés, hogyha arra próbáljuk motiválni a vállalkozásokat, hogy ne bocsássanak el embereket. Ez nagyon sok embernek megélhetési kérdés. Magam is azt gondolom egyébként, hogy ennél még többet is kell tennünk, tehát ez nem elég, de ez a lépés is nagyon fontos, és ezért magam részéről mindenképpen támogatnám. Azt a pozitívumát is kiemelném ennek a pályázatnak, hogy csak olyanok pályázhatnak, akik szeptember 15-éig az adófizetési kötelezettségüknek eleget tesznek. Én azt gondolom, hogy ez egy motiváció is lehet, hogyha pályázni akar valaki, akkor határidőre eleget kell tennie az adófizetésnek. Ezért is javasolt a képviselőtársam az imént azt, hogy csak ezt követően legyen pályázati bírálat, hogyha már világosan látszik, hogy eleget tett a helyi adófizetési kötelezettségének. Tehát összefoglalva én azt gondolom, hogy nem hasztalan ez a pályázat. Ha megfelelő körre van kiírva, és most ugye a kisvállalkozói, mikro- és kisvállalkozói körre lett kiírva, ez azért is fontos, mert nekik még ekkora összegek is segítséget jelenthetnek, hogy meg tudják tartani a munkahelyeket. És hát persze reméljük, hogy a gazdaság azért egy picit jobb időket is megél, és akkor jövőre már a maguk lábán is meg fognak tudni állni. Tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem adóvisszatérítés egyrésztről, másrésztről pedig alapvetően motivációs indoka van, az adó befizetésére motivál, és a munkahelyek megtartására. Köszönöm szépen, Smuk Roland úrnak megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előttem hozzászólókból úgy látom, hogy ez gyakorlatilag ez a pályázat kiírása, ez azzal egyenértékű, hogy a Fidesz beismert azt, hogy nem kellett volna bevezetni ezeket az adónemeket, illetve megemelni az adónemeket, hogy pontosabban fogalmazza, hiszen ahogy Kővári képviselő úr is elmondta, ezzel munkahelyek szűnnek meg. Ugye mi erre fölhívtuk annak idején a figyelmet, és továbbra is az a véleményem, hogy az adórendelet jelenlegi formájában nem helyes, melyet ezzel előterjeszt is ugyanígy meg is erősít. Tehát az adórendelettel kellene foglalkoznunk, hogy ott hogyan lehetne csökkenteni a vállalkozások terheit, hogy ne szűnjenek meg munkahelyek Pécset, hanem inkább teremtődjenek, de legalábbis megtarthatóak legyenek. Azzal, hogy mi visszafizetjük az adó egy részét, a vállalkozó pedig lenyilatkozza azt, hogy nem szünteti meg a munkahelyet, ezzel a probléma okát nem szüntetjük meg, csak kezeljük, és csak részben, hiszen 60 millió forintból nem tudjuk az összes munkahelyet megtartani. Az adórendeletet kellene logikusabban és jobban átgondolni, hogy ilyen probléma fel sem merülhessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Kővári képviselő úrnak. Önnek részben igaza van, képviselő úr, az adórendeletet érdemes tovább pontosítani, még tovább cizellálni, de biztos ismeri az adójogszabályokat, azok azt nem teszik lehetővé, hogy valamelyik kis vállalkozásnak több adót vessünk ki, mint a másiknak, vagy hogy megkülönböztessünk mondjuk középvállalkozásokat kisvállalkozásoktól. Tehát az adójogszabályok azt determinálják, hogy egységesen kell kivetni adót. Ezt így nem lehet megkülönböztetni, azt szerint, hogy most éppen nyereséges volt, ha nem, jó éve volt, vagy nem, ezt ön is tudja. De még egyszer hangsúlyozom, ez a pályázat, ez nem adó visszatérítés, és nem is az adó kivetésnek a kompenzációja, hiszen arra szükség volt, ön pontosan jól tudja, hogy a költségvetés
nem lenne rentábilis, hogyha nem lett volna az adókivetés. Abban igaza van, hogy a következő évi adórendeletnél tovább kell cizellálni a célokat, és talán még jobban specializálni. Ebben biztos, hogy számíthat a mi támogatásunkra. Köszönöm szépen, akkor jegyző urat megszólították. Kérem, hogy jegyző úr válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, Hegyi Ákos képviselő úr felvetésére igyekszem röviden válaszolni. Az én álláspontom szerint jelen előterjesztés keretében nem kell a polgármestert támogatási szerződés megkötésére felhatalmazni, ugyanis itt a testület egy elkülönített költségvetési keretnek egy adott célra való felhasználásáról dönt, illetve elfogad egy pályázati kiírást, mint keretet. Ez még önmagában nem indukál támogatási szerződés megkötését, illetve ebben a körben felhatalmazottságot sem. Ugye a pályázati kritériumok szerint a testület a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslata alapján október 31-ig választja ki a nyertes pályázókat. E körben az itt meghozandó lezáró testületi döntés során merülhet az föl, hogy a nyertesnek mondott, nyertesként kiválasztott pályázókkal való szerződéskötésre a polgármestert külön fel kellhet-e hatalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kővári képviselő úr. Bocsánat, egyet elfelejtettem, hogy a kettes határozati pont az módosul, és a módosított, ki is lett osztva a módosított határozati javaslat, nem az adóhivatal lenne a lebonyolítója a pályázatnak, hanem a polgármesteri hivatal, és felelősként a jegyző neveztetne meg, aki majd kijelöli azokat a munkatársakat, akik lebonyolítják a pályázatot. Ez azt gondolom, hogy fontos, hogy az adóhivatalt mentesítsük ettől a feladattól. Itt meg kell találnunk a hivatalban ennek a helyét. Tehát ezt a kiosztott, módosított javaslatot kérném, hogy fogadjuk el. Köszönöm szépen. Tehát akkor, hogy egyszerűsödjék a szavazás, egy szavazati, tehát egy módosító javaslatról szavazunk, amelyben a 4-es pont helyett a pécsi polgármester hivatal és jegyző úr van nevesítve. Minden más egyébként a módosító javaslatban változatlan. Tehát elsőként erről a Hegyi Ákos által jegyzett módosító nyitványról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés. Előterjesztőként még egyszer mondom, támogatom, tehát kérem a szavazást. Köszönöm szépen, 18 igen, 2 tartózkodás, és most pedig a módosított előterjesztést kérem, hogy szavazzanak a képviselőtestület. Köszönöm szépen, 16 igennel 3 tartózkodással fogadta el a közgyűlés. Következik a 20/B napirendi pont, ennek az első témának a 2-es variánsa, amiről már imént beszéltünk, előterjesztő Kővári János bizottsági elnök úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igazán sajnálom, hogy a sajtó képviselőinek fontosabb dolga támadt most, mint hogy meghallgassák akár az előző pályázati kiírást, akár ezt. Gondolom, majd valahonnan értesülnek róla, mert számon kérik rajtunk sok esetben, hogy az önkormányzat nem törődik a helyi gazdaság fejlesztésével, noha ez egyébként törvényben nem is feladata. És itt van végre egy olyan alkalom, amikor igaz, nem egy jelentős, horribilis összeget, de a költségvetés lehetőségeihez tekintve, ezzel összevetve jelentős összeggel támogatja azt, hogy a helyi vállalkozások megerősödhessenek, vagy legalábbis a jelenlegi pozíciójukat valahogy megtartsák. Az előző napirendnél elmondtuk már azt a pályázatot, ismertettük, amelyikben a munkahely megtartás lehet csak a kitűzött cél, hiszen olyan vállalkozások fognak nyilván arra pályázni, akiknél nehézséget jelent még ez is, de ahogy az előbb elmondtuk, ez is nagyon fontos cél. Itt a második pályázat kiírásban egy olyan gazdaságfejlesztési csomagot állítottunk össze, és meg kell mondjam, hogy már az összeállítás is talán kuriózumnak minősülhet,
mert nem az önkormányzat hivatala politikusok állították össze ezt az elképzelést, hanem a Pécsi Tudományegyetem, a Gazdaság és Iparkamara, a Kisvállalkozásfejlesztési Központ, számos gazdasági szakember, több klaszter, és mi magunk is, a két szakbizottság és referatúra. Tehát egy olyan közös munkáról beszélhetünk, ami valóban társadalmiasítva lett már a tervezésénél. Az Összefogás Pécsért frakció ebben hisz minden tekintetben. Így gondoljuk a civil pályázatok elbírálását is, erről fogunk ma beszélni, és így gondoljuk a településfejlesztés megtervezését is, erről is fogunk majd beszélni. Most a gazdasági csomagról szólva, valóban a mi munkacsoportunk egy elemzést végzett arról, hogy az elmúlt három évben, amikor már gazdasági válság volt nem csak Pécsett, hanem szerte Európába, a világban, ezekben a válságos időkben melyek voltak azok az ágazatok, amelyek mégis fent tudtak maradni, prosperáltak, hiszen abból a filozófiából indultunk, és ez nem filozófia csak, hanem realitás, hogy a következő 5-10 évben még az elmúlt három évhez hasonló gazdasági recesszióban leszünk valószínűleg mi is itt Pécsett. És nyilvánvaló, hogy ilyen időkben sok ágazatnak a kereslete visszaesik, erről a tanár úr biztosan többet tudná elmondani, mint én, képviselő úr. De valóban így van, hogy meg kellett vizsgálnunk, hogy melyek azok a szektorok, amelyek kis segítséggel nem csak életben tudnak maradni, hanem egy dinamikus fejlődésen keresztül mehetnek ezekben az időkben is, gazdasági válság idején is. És a szűrő után, amit egyébként az egyetem kollégái végeztek el, a szűrés után, két ágazat emelkedett ki, az élelmiszergazdaság ágazata és az energetika ágazata. Mondjuk józan parasztésszel is ezt beláthatjuk, hogy ha visszaesik a kereslet, hogyha a gazdaság recesszióban van, hogyha a keresetek csökkennek, a keresetek reálértéke csökken, akkor azért az élelmiszerre, meg az energiára még költenek az emberek. Éppen ezért ezen a két területen van értelme a befektetésnek, és ezt a csomagot, ezt akár befektetésnek is nevezhetnénk az előző pályázattal szemben, hiszen ez befektetés a jövőbe. Két ágazatban, az élelmiszergazdaság területén ilyenkor a Nyögér Lajos szokott hívni, de most nincs itt, úgyhogy nem tudom, hogy melyik kollégát kérte. Tehát két ágazatban, az élelmiszergazdaság ágazatában a két területre. Az egyik terület, amiről ma már beszéltünk, hogy a helyi termékeket előállító kistermelők, őstermelők, családi gazdaságok, amelyek nagyon sok munkahelyet tudnak teremteni akkor, ha van piacuk, ahol értékesíteni tudnak. Ezeket a termelőket szeretnénk segíteni abban, hogy piacot találjanak a városban, ahol elég nagy a fogyasztás. Ezt a piacot sajnos az elmúlt 20 évben egyre inkább átengedte a város is a multinacionális cégeknek. Gyakorlatilag minden sarkon található ma már egy szupermarket, ahol a legkevésbé a helyi termelők termékeit forgalmazzák. Ezen úgy nem tudunk változtatni, hogy ezek működését betiltjuk, de úgy tudunk változtatni, hogy a kistermelők értékesítését segítjük azokkal a lehetőségekkel, amire az önkormányzatnak lehetősége van. Ilyen lesz majd a közétkeztetés, amiről ma már beszéltünk, hogy oda a helyi termelők a napi 10 000 adag ételhez reménységünk szerint a nyersanyag 30%-át szállíthatják be. Ilyen lesz a vendéglátóhelyek és szálláshelyeken tervezett helyi termékturisztikai mintaprogram, erről is majd mindjárt szólok. Ilyen lehet a holding kezelésében működő három piac, a vásárcsarnok és a két nagy piac, Kertvárosban és Uránvárosban. És nem utolsó sorban ilyen lehet majd a szociális bolthálózat, amely egyébként szintén termelőktől szállítat be, de jelen pillanatban nem működik igazán jól. Ezeket a piacokat az önkormányzat befolyásolni akkor tudja, hogyha létrehoz egy szociális szövetkezetet, egy értékesítési szövetkezetet, amely összefogja a gazdák értékesítését, megoldja a szállítást, a tárolást és az értékesítést úgy, hogy ebben a gazdák is tulajdonosként részesek lehetnek. Vagyis nem a viszonteladói tevékenységet folytatja ez a szövetkezet, hogy nyomott áron veszi át a termékeket és extra haszonnal adja el, hanem a gazdák által és az önkormányzat által létrehozott szövetkezet értékesíti
az általuk megtermelt árukat, méghozzá már egy jelentős piaccal kezdi. A szociális szövetkezet egy rendkívül nyitott társasági forma, ezért szükséges egy KFT létrehozása is majd második lépésben, mert az önkormányzat ugye most 20 millió forinttal a két cég alapításában részt vállalna. A szociális szövetkezetben kisebbségi tulajdon része lehetséges csak a törvény szerint. Ezért, hogy ezt a 20 millió forintot és a befektetett vagyont hát ne veszíthesse el az önkormányzat, ezért fontos egy KFT-t is létrehozni, amelyik majd a működtetéshez ezt a vagyon biztosítja. Miért van erre szükség? Mondhatnánk azt, hogy a piac mindent megold, hát nem ezt mutatta az elmúlt 20 év. A piac teljesen tönkretette a magyar gazdaságot, a szabad piac, ezért szükséges ez a beavatkozás, és szerintünk rendkívül értelmes. A második, az élelmiszergazdaságot segítő tevékenység, ez a Magyar Turizmus ZRT által indított mozgalom, amit az előbb már említettem, a helyi termék turisztikai mintaprogram, amelyben, ha jól tudom, már 20 vendéglátóhely és szálláshely csatlakozott ahhoz a mozgalomhoz, amelyben csak azok vehetnek részt, azok a vendéglátóhelyek és szálláshelyek, akik vállalják, hogy helyi termelők termékeit dolgozzák fel a konyháikban, és ezeket helyi specialitásként biztosítják a vendégek számára. Gyakorlatilag hetente nő ez a létszám, úgyhogy ez egy nagyon ígéretes dolog. Ebben egy marketing segítséget is ad az önkormányzat és a Magyar Turizmus RT is azoknak a vendéglátóhelyeknek, akik ezt a tevékenységet vállalják. Ezt 2 millió forinttal támogatjuk. És végül a harmadik támogatási terület, ez az energiaszektor. Teljesen világosan látszik, hogy a jövő gazdaság fejlesztésének egy nagyon komoly potenciálja van Pécsett is a tekintetben, hiszen azt egészen biztosan tudhatjuk, hogy 2020-ra az uniós építési előírásoknak megfelelve és kvótának megfelelve nagyon jelentős energetikai átalakításokat kell Pécsett is mind a közintézmények, mind a magán épületek vonatkozásában végrehajtani. De nem csak azért, mert ez egy kötelezettség, hanem a józan paraszt is ezt fogja diktálni, sőt ez már most is így van, hogy miután rendkívül magasak lesznek az energiárak, egyre magasabbak lesznek, az állam nem fogja tudni mindig a plafont megszabni, hogy ezek az árak milyen mértéket ölthetnek. Ezért nyilván sokan fognak arra törekedni, hogy átalakítsák az épületeiket olyan energiafogyasztásra, amely akár a mai fogyasztásuknak fele, harmada is lehet megfelelő átalakításokkal. Ezek az átalakítások a helyi gazdaságnak kimondható nyugodtan több száz milliárd forintos bevételi lehetőséget jelenthetnek a következő 10-15 évben, hiszen gyakorlatilag Pécsett szinte egyáltalán nincsen olyan épület, amelyik megfelelne ezeknek az energetikai adottságoknak, vagyis a következő 10-20 évben ez egy nagyon jelentős gazdaságfejlesztési lehetőség is lesz, és az emberek számára pedig egy nagyon komoly energia és költség megtakarítási lehetőség lesz. Ebben a szektorban sem úgy döntöttünk, hogy egy-egy vállalkozást támogatnánk, hanem itt is a piac megszerzését segítjük majd a helyi vállalkozóknak megszerezni. Ezért azt javasoljuk, hogy egy energiamenedzsment szervezetet állítsunk föl. Ennek a feladata, ezt a Pécsi Tudomány Egyetemmel közösen alapítanánk meg, és pedig azért, mert rendelkezik az egyetem azzal a szakmai kapacitással, tudással, amit jó lenne tényleg a város szolgálatába állítani, az önkormányzat pedig rendelkezik azokkal az eszközökkel, amivel jó értelemben befolyásolni tudja a piacot. Ezért egy közös cég létrehozását javasoljuk. A feladata ennek az energiamenedzsment központnak az lenne, hogy mérje föl Pécs energiaforrásait, ugyanis nem tudunk jóformán semmit arról, hogy milyen hasznosítási lehetősége van a napenergiának, milyen mennyiségben és mértékben. Nem tudjuk, hogy a földhőt milyen mértékben tudnánk használni. Vannak geológusok, akik állítják, hogy nagyon kedvező feltételekkel lehetne ezt kialakítani, és sorolhatnánk azokat az energiaforrásokat, amik még rendelkezésre állnak, például a szennyvíziszap, vagy akár majd a régióból összegyűjtő szerves hulladék is lehet ilyen. Ezeket az energiapotenciálokat kell feltérképezni a menedzsment központnak. Ezen kívül a város teljes ingatlan kataszteréről kell, hogy készüljön egy energiatérkép, egy energiaaudit, hogy milyen állapotban vannak, és ezekhez pénzforrásokat kell
felkutatni pályázati pénzforrásokat, magánbefektetői pénzforrásokat és hitel lehetőségeket egyaránt meg kell nézniük. Ha ezen a folyamaton túl vannak, akkor pedig a konkrét projekteket kell megpályázniuk, lemenedzselniük, mind a magánszemélyek, mind az önkormányzat vonatkozásában. Még egy szolgáltatással kiegészülve, ez pedig az energetikai tanácsadás, hiszen legtöbben laikusok vagyunk e téren, és nyilván ez nagyon fontos, hogy kellően hatékony megoldásokat választanak a polgárok. Ezen tehát az energiamenedzsment szervezet felállításának az értelme, és én arra szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy támogassák mind a három feladatot, hiszen ez a jövőbe való befektetés, ráadásul teljes mértékben illeszkedik az elfogadott Ökováros Ökorégió program alapelveihez is. Annyit szeretnék még kiegészítésül mondani, hogy a határozati sorban néhány dolog pontosításra szorul, hiszen a 3-as, bocsánat, nem a 3-as, a 4-es határozati pontban nincsen pontos határidő megszabva, ez nem lenne jó, ha így maradna. A közgyűlés utasítja a referatúra vezetőjét, hogy a szociális szövetkezet megalakítására szükséges előkészületeket haladéktalanul kezdje meg. Itt a határidő nem lett azonnal, hanem azt a határidőt kell megadni, amire el kell készülni ennek. Ez pedig a következő közgyűlés kellene, hogy legyen, hiszen a szociális szövetkezetekre hamarosan kiírják azokat a pályázatokat, amire szükségünk lesz ahhoz, hogy a szövetkezet működőképes legyen. Nem lenne jó, hogyha azért maradnánk le ezekről a pályázati forrásokról, mert nem alapítottuk meg a szövetkezetet. Úgyhogy az lenne a javaslat itt, hogy a 4-es pontnál a határidő a soron következő közgyűlés, ami nem tudom, július 12-én lenne, tehát addigra el kell készülni az alapítókiratoknak, hiszen a közgyűlés fogadhatja csak el. Ugye ezt jól tudom, jegyző úr, bólogat a jegyző úr. Tehát itt a határidőt kérnénk így pontosítani. És hát nem tudom, felelősnek azért lehet, hogy inkább jegyző urat kéne nevesíteni, mivel jogi dokumentumokról van szó, én nyugodtabb lennék, hogyha jegyző úr ezt tudná vállalni, ezt a felelősséget. Bár Bokor Károly főosztályvezető úr képességeivel is maximálisan meg vagyunk elégedve, mégiscsak jogi tevékenységről van szó. És még egy pontosítás lenne a 6-os határozati pontban. Itt a közgyűlés utasítja a természet és emberi erőforrás referatúra vezetőjét, hogy egy energiamenedzsment szervezet megalakítására szükséges előkészületeket haladéktalanul kezdje meg. Ehelyett megint csak azt gondolom, hogy a július 30-ai közgyűlésre, vagy a 12-ai közgyűlésre érdemes lenne ezt a szervezetet vagy társaságot létrehozni, annál is inkább, mert az egyetem is kész erre. Az imént beszéltem a rektor helyettes úrral, és ők is készek ennek a társaságnak a megalapítására, tehát nincs igazából akadálya. Úgyhogy kérném itt is, pontosítsuk úgy a szöveget, hogy az Energia Management szervezet megalakításához szükséges okiratokat, dokumentumokat készítse el, és a soron következő közülésen tárgyalja. Tehát itt is a határidő az a július 12-e lenne. Szokták mondani, hogy az időpénz, aki időben lép, az nyertese a folyamatoknak, aki halogatja a döntéseket, vesztese lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel a módosításokkal Pécsnek egy új gazdasági jövője lehet. Kérném, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Őri László képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, nagyon röviden kiegészíteném a Kővár János bizottsági elnök úr által elmondottakat. Én magam a Fidesz frakció tagjaként a kezdetektől szorgalmaztam, illetve küzdöttem is azért, hogy a leendő közétkeztetési vállalkozó ezt a minimum 10%-os, az alapanyagok vonatkozásán minimum 10%-os helyi termék és minimum 60%-os magyar termék felhasználást vállalja. Ez mára ugye valóságá vált, hiszen a kiírásban ez benne van. Azonban, és ez egy örömteli helyzet, azonban ezt követően szembesültünk azzal, hogy ahogy az az országra is jellemző, itt nyilván Pécsre és Pécs környékére is igaz az,
hogy a mezőgazdasági kistermelők, kiskert tulajdonosok az állami termelőszövetkezetek felbomlásával egy olyan hanyatláson mentek keresztül, úgyhogy azt lehet fogalmazni, hogy az egész ágazat egy olyan hanyatláson ment keresztül, amelynek következtében nem tudja önmagát megszervezni. Éppen ezért ahhoz, hogy a leendő közétkeztető teljesíteni tudja ezt a vállását, amelyet előírtunk neki, egyébként a kormányzati célkitűzéssel is összhangban magunknak, tehát az önkormányzatnak is részt kell venni ezen folyamat generálásában. Egyébként az önkormányzatok közül azt tudom mondani, hogy Pécs ezzel a döntésével vagy elköteleződésével tulajdonképpen élen jár, hiszen a szövetkezeti törvénynek néhány hete elfogadott módosítása tette azt lehetővé, hogy az önkormányzat is részt vegyen ilyen szociális szövetkezetben, tehát ez egy új forma. Nyilván annak a jele, hogy a kormányzat is világosan látta, hogy ez az a szektor, amely üzleti alapon önmagát megszervezni nem képes. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat a maga szerény erőforrásaival ehhez majd hozzá tud járulni, nyilván termelők, ha kell, akkor majd még gazdasági befektető, pénzügyi befektető bevonásával is. Én első körben szerettem volna hangsúlyozni, és ahogy fővári képviselő úr is mondta, ez még majd vissza fog jönni a, valószínűleg a következő közgyűlés elé, és a szükséges döntéseket meg kell hozni annak érdekében, hogy ez az ágazat valóban fejlődésnek indulhasson, és amelyet bizottsági elnök úr is jelzett, én magam is úgy gondolom, és a Fidesz frakció is ezt világosan látja, hogy ha ez a szektor ez fejlődésnek tud indulni, akkor itt első körben több tucat, második körben ennél jóval több munkahely tud ismét létrejönni. Tehát ez egy fejlődő és nyilván majd az önkormányzat részére adó forint bevétel növekedést tud eredményezni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Megszer András képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Részben csodálkozom, részben megörülök. Egyrészt azért csodálkozom, mert folyamatosan mondtam minden körben, ahol csak megfordultam, hogyha a szövetkezetek szóba kerültek, hogy a magyar rendszerváltás utáni időszak legnagyobb bűne Magyarországgal szemben éppen az ideológiai alapon történő támadása volt a szövetkezeteknek és azoknak a szétverése, mert ez atomizálta a vidék társadalmát, és ezt tette lehetetlenné, amit képviselő társam is mondott, hogy megszervezzék magukat, adott esetben éppen a multik ellen. Hogy a kiszolgáltatottságukat csökkentsék, az emberek képtelenek voltak szövetkezni, mert egyszerűen olyan volt a politikai légkör, hogy ezt nem lehetett megtenni. Pár évvel ezelőtt, hát vagy jó pár évvel ezelőtt, még Tasnádi Péter vezetésével voltunk egyszer Franciaországban, Vaclúz megyében egy mezőgazdasági kiállításon, Vézön nevű városban, és ebben a városban az ottani polgármester elmondta, hogy abban ez nagyjából egy villány méretű és típusú város, mert bortermeléssel foglalkozik, és elmondta, hogy abban a városban több mint 20 szövetkezet működik, és minden egyes fontosabb ágazatra, így a minőségbiztosításra, a szőlőértékesítésre, a bortermelésre, megvan az a szövetkezet, amelynek a feladata az, hogy ezeket a részmunkákat megcsinálja, mert egyedül képtelenek lennének azt a minőséget biztosítani, amit egyébként összefogással meg lehet tenni. Tehát úgy gondolom, ha ilyen irányba lép a város, és ezeket a kezdeményezéseket felkarolja és szervezi, akkor jó irányba lép. Tehát ezt az előterjesztés frakciónk meg fogja szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a méltatás, képviselő úr. Ha nincsen több hozzászólás, akkor a hozzászólása végén Kővár János előterjesztőként két módosítást helyezett előtér, vagy hívta fel a figyelmet rá. Kérem, hogy ezekről szavazzunk elsőként, ami a főleg határidőkről szóló módosítási javaslat volt. Egy hangú igennel a közülés elfogadta a módosítást. Ezek után kérem az előterjesztéssel történjen meg a szavazás.
21 egyhangú támogató szavazattal a közülés elfogadta az előterjesztés. Következik Pécs város költségvetési központi elszámoló szervezet szervezet és működési szabályzatának jóváhagyása. Kiegészítésem, ez a napirendi ponthoz nincsen hozzászólás, igen, nem látok, kérem a szavazást. Igennel egy hangulat került elfogadásra. Következik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 2012 igénylése című előterjesztés. Ez csak annyit fűznék hozzá, hogy lehet, hogy meglepő ez az előterjesztés, hogy elénk került, miután Pécs elvileg ebben a kategóriában van. Úgy gondoltam, hogy miért nem pályázunk, a Debrecen megtett, hogy pályázott és nyert, akkor úgy gondolom Pécs is ezt joggal megpróbálhatja, maximum nem nyerünk, úgyhogy igazából minden esélyt meg kell ragadnunk, ezért gondoltam ezt a támogatást megkérni önöktől e tárgykörben. Kérem, hogy szíveskedjenek támogatni, kérem a szavazást. Kettő igennel a közülés elfogadta a javaslatot. Következik, mindenek előtt viszont Kővári János úr következik ügyrendben, kér szót, megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát ennyit jelent tizenvalahány év különbség, hogy Csizi Péter még ilyenkor délután is friss, én meg már nem, és figyelmeztetett, hogy én akartam kérni azt, hogy a 40. ponttól a 47-es pontig, miután mindegyikben előterjesztő vagyok, én kérném, hogy ezeket vegyük azért elő, mert el kell menni az Istenkuti fórumra, ahol az uránbányával kapcsolatosan nagy érdeklődés van, hogy oda tudjunk kérni, ezért kérném, hogy ezeket a napirendeket vegyük előre. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most egy szavazás fog következni. Tehát a kérés az bizottság elnök úrnak, hogy a 41 és 47 pont között 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 napirendi pontnak a megtárgyalását vegyük előre, és a mostantól kezdődő időszakban tárgyalja a közgyűlés. Kérem erről a szavazást, ki támogatja ezt a indítványt. Szépen 18 igen, 3 tartózkodásra közülés jól hagyta ezt a kérést, tehát akkor most a 41. napi rendi ponttal folytatjuk. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A 2012 évi civil pályázatok eredményeinek jóváhagyása ez a napi rend, és most már 2 éve van az a jó szokás a közgyűlésnek, még polgármester úr hirdette ezt meg 2 évvel ezelőtt, hogy ugye Pécs a pécsieké, következésképpen a civil szervezetek támogatásáról is döntsenek a korábbi gyakorlat helyett, amikor politikusok döntöttek a civil szervezetek támogatásáról, döntsenek a pécsiek, a pécsi civilek. Így volt 2010-ben is, akkor a Kutas fővároshoz kapcsolódó programokra pályázhattak a pécsiek. Tavaly a Miénk itt a tér program keretében a pécsi identitást és a közösséget erősítő pályázatokra pályázhattak, és ebben az évben, miután 2012. januárjában elfogadta a város az Ökováros Ökorégió programot, mint hosszú távú fejlesztési programot, stratégiai programot, azaz, hogy fenntartható várossá szeretne válni. Így készül a településfejlesztési koncepció is, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Erről szóltak az előző pontban a gazdaságfejlesztési intézkedések is. Az idén éppen ezért erről szólnak a civil pályázatok is. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy miután az Ökováros Ökorégió program nyilván nem mindenki által ismert, talán a fogalmak sem egyértelműek, hogy mit jelent a fenntartható város, ezért fontosnak tartottuk, hogy a polgárok körében, a lakosok körében legyenek olyan akciók, amelyek ezt közel hozzák hozzájuk, hogy mit is jelent ez az ő számukra személyesen. Ezért a pályázatban olyan elemek lettek meghirdetve, hogy legyen a te parkod, legyen a te játszótered, legyen a te udvarod címmel, a közösségi terek, játszóterek, közparkok, bölcsődei, iskolai, óvodai udvarok felújításában vesznek részt civil szervezetek és
és a használó közösségek, ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy vonjanak be mindenhol, vonják be azokat, akik használják ezeket a területeket, és együtt szépítsék, tegyék érhetővé ezeket a közterületeket. Voltak olyan kiírásai is a pályázatnak, ahol az energia megtakarításra vártunk javaslatokat, hogy hogyan lehetne a pécsi polgárokat abban segíteni, hogy takarékosabb módon tudjanak élni, az energiát hasznosabban tudják felhasználni. Volt olyan része is a pályázati kiírásnak, ami arról szólt, hogy a urbánus környezetben, városban az állatokkal hogyan tud úgy együtt élni az ember, hogy az más embereket ne zavarjon, illetve hogy az állat is megfelelő körülmények között élhessen. Ugye ebben a városban nagyon sok panasz van a kutyatartással kapcsolatban, most nagyon sok panasz volt Kertvárosban a varjakkal kapcsolatosan. Ezekre szeretnénk és vártunk olyan javaslatokat, amelyek feloldják ezeket az ellentéteket, megoldásokat találnak ezekre a problémákra. És voltak olyan pályázatok is, amelyekben úgynevezett szívességi hálózatok létrehozását vártuk a pályázóktól. Ez lényegében azt jelenti, hogy kinek miben van fölöslege, azt megosztja a másik emberrel, legyen az pénz, tárgy, vagy munka, vagy szellemi tevékenység. Ezt hívjuk szívességi rendszernek, ez egy nagyon elterjedt mozgalom már Európában, és valaha itt is így volt, mert nem voltunk mindig így elidegenedve egymástól, jobban számítottak egymásra korábban az emberek, és számíthattak is. Azt szeretnénk, hogy ez újra így legyen, hiszen ínséges idők jöhetnek, és jönnek is, és ilyenkor nagyon fontos, hogy számíthat mások segítségére az ember. Tehát ilyen szívességi rendszerek létrehozását is kiírtuk a pályázatban. A teljesség igénye nélkül ezek voltak azok a területek, amiket felsoroltam, és szám szerint 86 pályázat jött be, ha jól emlékszem, és 70 pályázatot találtak sikeresnek a civil kuratórium tagjai. Ezek valamennyien alapítványok, illetve egyesületek. Van közöttük olyan is, amelyik óvodához, iskolához kapcsolódó alapítvány is, vannak mindenféle civil szervezetek benne. Azt gondolom, hogy azért volt nagyon fontos ez a pályázati kör, mert ennek a városnak a jövője múlik azon, hogy miképpen viszonyulunk ember az emberhez és ember a természethez. Ezek a pályázatok lehetőleg kicsibe, úgynevezett ásókapa programokban, akciókban, de mégiscsak ezt a világot fogják megmutatni. Arra kérném a képviselőtestületet, hogy támogassák ezen pályázatokon nyertes szervezeteket. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom szót Hegyi Ákos képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is csatlakozni szeretnék Kőveri János bizottsági elnök úr szavaihoz. Szerintem ez a város kezdi felismerni azt, hogy mekkora erő rejlik a civil szférában. Ez tényleg nagyon jó mutatja ez a pályázat is, hiszen látjuk, hogy a civil szférának csak egy szegmensének, egy szeletének nyújtott lehetőséget ez a pályázat. Én azt mondom, hogy egy nagyon fontos szegmensnek. Láthatjuk azt, hogy közel 80 olyan támogatás került megítélésre, ami azért a leginkább az ifjúságot, a gyermekeket, a bölcsödéket, iskolákat érinti leginkább. Tehát azokon a területeken, ahol még leginkább befolyásolhatók jó értelemben a diákok, tehát a magukkal viszik a jó életformát, a jó példamutatást is az egész életükre. Én ezért is javasoltam a bizottsági ülésen, hogy a pályázatoknak a nyertesei, a pályázatok tárgya és az elnyert támogatási összeg a lehető leghamarabban jelenjen meg a pécsi hírekben, nyomtatott formában, hogy a pécsi lakosság is megismerhesse, hány alapítvány tudott sikeresen pályázni ebben a konstrukcióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kővári János előterjesztőként visszaadom a szót. Köszönöm, polgármester úr, mivel több hozzászólás nincsen, ezért az egyetlen módosítását szeretném ennek a határozati sornak jelezni. A civil kuratórium jelezte, hogy korábban a Csodabölcsödek Közhasznú Alapítványnak két pályázatát támogatták, de a felülvizsgálat során kiderült, hogy ez nagyon hasonló, sőt mondhatni ugyanarra a területre érkezett, ez pedig nem támogatott volt.
ezért a Csoda Bölcsőde Közhasznú Alapítványnak a második pályázatát, itt látják a táblázatban, ezt nem javasolják támogatni, tehát ennyivel módosul gyakorlatilag ez az eredeti előterjesztés. Úgyhogy ezt a módosítást kérem majd, hogy fogadjuk be, és akkor utána egységesen az egészet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor elsőként erről az utóbb hangoztatott javaslatról kérem, hogy szavazzunk a módosításra, amit Kővári János említett. Kérem a szavazást. Igen, elfogadta a közülés, és akkor a módosítással együtt az egész előterjesztést kérem, hogy szavazza meg a képviselőtestület. Kérem a szavazást. Igen, elfogadta a közülés. Köszönöm szépen. Következik a 2012-i civil pályázatok kommunikációjának támogatás előterjesztő Kővár János bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ez az előterjesztés azért is szorul kiegészítésre, mert talán félreérthető, és a korábbi rossz tapasztalatok okán már a bizottságban is volt egy kisebb vita erről. Szeretném pontosan megfogalmazni, hogy az előterjesztésben mit találhatunk. Ahogy említettem is, az idén a civil pályázatok az Ökváros Ökorrégió programnak megfelelő területen kerültek kiírásra, pontosan azért, hogy minél több pécsi polgár személyes tapasztalatot szerezhessen arról, hogy milyen lenne az a város, amiben szeretnénk mindannyian élni. Miután 70 nyertes pályázó volt, így nyilván az nem tud teljesülni, hogy mind a 150 ezer pécsi polgár szerezhessen ilyen tapasztalatot, már pedig ez volna a cél. Ezért szükséges, hogy a pályázati tevékenységet, akciókat, amiből több mint 100 lesz egyébként, ezeket bemutassuk minél szélesebb körben a média segítségével. Így a Pécsi Média Központtól kértünk egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy miképpen lehetne a Pécs TV-ben, a Pécs Ma honlapon és a Pécsi Hírekben, tehát ebben a három sajtóorgánunkban rendszeresen megjelennie ezeknek a pályázati eredményeknek, tehát hogy bemutassuk ezeket a pályázati programokat, hogy a jó példa terjedhessen a városban. Én már attól is boldog lennék, hogyha egyáltalán jó hírek terjednének, és nem a rosszak, de itt ráadásul jó példákról tudunk majd beszámolni. Így a Pécsi Média Központtól kapott árajánlat figyelembevételével három területre fordítódna az az összeg, amit kommunikációra fordítanánk. Egyrésztről 1,5 millió forintnyi összeg fordítódna arra, hogy 7 hónapon keresztül heti rendszerességgel lenne magazin a Pécs TV-ben. Polgármester úr mondta valamelyik pont kapcsán, hogy egyre kevesebben nézik a Pécs TV-t, és hát egyre kevésbé tudja betölteni azt a szerepet, hogy a pécsiek informálódjanak a pécsi dolgokról. Én azt gondolom, hogy ez is egy jó lehetőség arra, mivel egyre szélesebb az a réteg, akik környezettudatosan gondolkodnak. 1350 civil szervezet van Pécsen, tehát az ő figyelmüket is fel lehet kelteni egy ilyen műsor iránt, és egy ilyen műsoron keresztül nyilván a többi hír iránt is, ami Pécs TV-ben megjelenik. Ezért hasznosnak tartjuk azt, hogyha egy ilyen rendszeres magazin műsor jelentkezik az alatt az idő alatt, amíg ugye a pályázatok lebonyolódnak, ez 7 hónap, 7-es hónap, amely egyébként egy ökováros héttel zárul januárban, és az a rendezvény, amit januárban megrendezünk Ökováros hét címen, annak a rendezvénynek a költségei szerepelnek itt még, illetve a harmadik költségcsoport pedig az lenne, hogy mind a 70 pályázati helyszínen, ahol történik valamilyen aktivitás, egy A4-es méretű kis hirdetőtáblát is elhelyezni, amire felkerül, hogy ezt a programot, ezt a park átépítést, vagy ezt a faültetést, vagy ezt a megvalósult programot a Pécsi Önkormányzat támogatta, az Ökováros Ökorrégió program keretében történt, és felírnánk azt is, hogy kik voltak azok,
mely civil szervezet, akik azt az adott átalakítást, felújítást, szépítést elvégezték. Ezzel is azt gondolom, hogy egy szellemi keretet segítünk terjedni, amiből láthatják, hogy az önkormányzat számára fontos ez ügy, az is fontos, hogy vegyenek benne részt a helybeliek, és az is fontos, hogy mindez egy közös cél érdekében, a fenntartató város érdekében történik. Tehát ezek a táblák ezt jelenítik meg. Ezekből áll a kommunikációs költség. A kommunikációs feladat ellátásával az Ökovárosi Ökorégió Alapítvány lesz megbízva, akik egyébként a pályázatot is koordinálták. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, képviselő, hogy Kóbor József úrnak megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselőtársaim, én ennek a napirendi pontnak a levételét javaslom. Véleményem szerint ezt újra kell tárgyalni. Azzal kezdeném, hogy a lehet más politika képviselőjeként magam is a város civil életének képviselője voltam. Az elmúlt 20 évben mindig támogattuk, független attól, hogy melyik politikai oldal képviselője terjesztett ilyesmit elő, ha civil koncepciója volt ennek a városnak, és jó magam is az Ökováros Ökorégió program, illetve ennek az egész civil kuratóriumi rendszer támogatója voltam. Talán emlékeznek rá, hogy a jobbikos, most távol lévő kollégákkal szemben védtem meg ezt a programot, és mindazt, ami hozzá tartozik. De most azt kell mondanom, hogy ez az előterjesztés valahogy nem illik az egésznek a szellemébe. Ugye itt végül is 2 millió forint kerül kiosztásra egy szervezetnek kommunikáció lebonyolítása céljából, miközben ugye a nyertes szervezetek általában nagyságrendileg 100-200 forintokat nyertek, ez az egyik. A másik dolog, ha megnézzük, hogy ez a pénz mire megy el, jelentős részen a Pécs TV támogatására megy el, egy olyan program esetén, ami nem politikai program. Ugye az egy dolog, arról az előbb beszéltünk már, hogy a Pécs TV egész eddig a választások óta nem engedte be az ellenzéket a stúdiójába, önálló műsorban. Hát itt most pedig nem politikáról van szó, itt konkrétan Pécsváros hivatalos környezetvédelmi programjának, a város logóját viselő programjának a kommunikációjáról van szó. És a kommunikáció fontos dolog, de ugyanakkor kényes is, hiszen városunkban köztudomásra, hogy igen komoly kommunikációs szerződések köttettek, meglehetősen nehezen körvonalazható célokkal. Én úgy gondolom, hogy azok a szervezetek, egyrészt maga a Pécs TV, másrészt azok a szervezetek, amelyekkel a kommunikációs szerződések köttettek, most mutassák meg, hogy hogyan teljesítik a funkciójukat, valóban közvetítsék Pécsváros hivatalos támogatását élvező civil programok teljesülését. Tehát arra, hogy egy külön, igen jelentős, legalábbis az elfogadott program összegekhez képest, szervezetenkénti összegekhez képest, igen jelentős külön összeget erre, hogy a dolgukat tegyék, tovább megszavazunk, én nem tartom elfogadhatónak. Ezt az összeget inkább a további pályázatokra, vagy a pályázatozó szervezetek támogatására kellene fordítani. Ezért javaslom, mivel után ez véleményem szerint egyszerűen ellentétes a program szellemiségével, és hát ilyen értelemben nem kapcsolódik hozzá. Vegyük rá a napirendi pontról, ennek a pénznek keresünk jobb helyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak a tisztánlátás érdekében mondom, hogy levenni napirendet vita közben nem lehet. Elnapolni lehet, amire már ma néhány indítvány történt, amire vagy van támogatás, vagy nincsen. Ennyi az ügyrendi mozgástér a kedves képviselőnek pillanatnyilag. Megadom a szót. Akkor röviden, a lehet más a politika nem fogja ezt támogatni, és én megfontolásra javaslom ezt a képviselőtársaimnak is, hogy ne támogassák ezt az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő. Megadom a szót az előterjesztőnek, Kővár János bizottsági elnök úrnak. Megköszönöm Kóbor Józsefnek, hogy nem kérte ennek a napirendnek is az elnapolását. Valami érdekes ez a hozzáállás, hogy tologatni szeretnének maguk előtt feladatokat. Hadd menjünk mi úgy, hogy dolgozni szeretnénk, meg azt szeretnénk, hogy a város működjön. Amiket elmondott képviselő úr, azok tényleg képtelenségek, és most megint elismételte a bizottságülésen elhangzottakat. Hát ugye almát a körtével összevet, hogy vannak már kommunikációs szerződések, meg tanácsadói szerződések, hát semmi köze ennek ahhoz. Pontosan azért mondtam el az előterjesztés kapcsán azt, hogy miből állnak, milyen tételekből állnak.
ezek a költségek, hogy ne mondjon el ilyen, hát nem tudom, most rossz indulatulat nevezzem, vagy értetlenségből adódó hozzászólásnak, de még egyszer elismétlem, jó? Az Ökováros Ökorégió program az csak úgy tud megvalósulni, hogyha a várospolgára is azt gondolják, hogy szeretnének egy fenntartható városban élni, és ennek az útja az, hogy ők maguk részt vegyenek annak formálásában, hogy élhető legyen. A civil szervezetek közül 70 sikeres pályázatot nyújtott be. Ez azt jelenti, hogy 70 szervezet, 70 helyen fog ilyen programot megvalósítani. De hát nem 70 helyből áll a város, hanem sok ezer helyből áll a város. A média az ugye arra való egy városban, hogy oda is eljussanak a hírek, akik nem közvetlenül érzékelik azt, ami történik. Mi azt szeretnénk, hogy tudjanak az emberek ezekről az akciókról, jó példaként adódjanak ezek tovább, legyenek más helyeken is ilyen programok, vegyenek részt a pécsiek, Pécs felvirágoztatásában. Nem tudom, hogy mit jelent az LMP-nek a transzparencia, hanem azt, hogy bemutatjuk a jó gyakorlatokat, azt is pontosan láthatják, hogy mennyibe kerül. Ha bekapcsolja a tévét, akkor azt is ellenőrizhet, hogy valóban megtörténik az adás, nem fiktív tanácsadásra vagy kommunikációra folyik a pénz, hanem ott lesz majd az adás a televízióban. Tehát ellenőrizhető lesz a dolog. Meg az is, hogy a civil szervezetek, amit kapnak támogatást, azért mit is csinálnak. Ugye a tévé bemutatja majd, hogy megvalósultak ezek a programok, valóban részt vettek az emberek rajta. Hát mit gondolnak önök transzparencián, hanem ezt? Hogy teljesen világosan válik minden polgár számára láthatóvá, hogy mi történik közpénzből. Ezt azonban be kell mutatni. Az, hogy be tudjuk mutatni, ehhez műsorokat elő kell állítani. Nem szeretnék didaktikus lenni, de gondolom, hogy nem kézikamerával, kézisugárzással készülnek a Pécs TV-ben a műsorok. Tehát van egy technikai feltétele, meg vannak emberi, személyi feltétele is. Ezek pedig költségeket is jelentenek, béreket jelentenek, áramot jelent, nem tudom mit jelent. Tényleg nem értem az értetlenséget. Teljesen világos, hogy a műsor előállításához pénz szükséges. Hogy ezek a műsorok legyenek, azt meg már megbeszéltük, hogy fontos, mert nagyon fontos, hogy tudjanak az emberek ezekről a példákról, és hogy transzparens legyen a folyamat. Nagyon szeretném tényleg azt kérni, hogyha az LMP hangoztat elveket, amik szimpatikusak, például a transzparencia számunkra szimpatikus, akkor ezt kezelje jó indulatúan és értően, hogyha erre törekszünk mi is, mert hogy erre törekszünk ebben az előterjesztésben, minden látható. Nem egy alapítványt támogatunk, ugye ez is egy csúsztatás volt, hanem ez az alapítvány elvégzi ezt a koordinációt, kifizeti ezeket a számlákat, amikről itt szó van, a rendezvény szervezésére, a televíziós magazinra, illetve a táblák előállítására. Ezeknek számlája lesz, ezeket elszámol. Nagyon kérem a képviselő urat, hogy ne próbáljanak ilyen politikai paranoiát becsempészni folyamatosan ebben a teremben, hogy minden mögött biztos sanda szándék van. Főleg, hogyha előtte elmondtam, hogy miről szól a dolog, meg olvashatta az előterjesztést is. Tényleg kérném, hogy próbáljanak jó indulatúan állni a dologhoz, ami a szövegben van, azt pontosan értelmezzék, és legyenek már olyan programjaink, amiket úgy együtt tudunk támogatni. Szerintem ez olyan. Köszönöm szépen, képviselő úr. Keresztes Loránd képviselő úrnak megadom a szót. Köszönöm, polgármester úr. Hát arra nem nagyon tudunk nyilatkozni, hogy a Pécs TV-ben hogyan történik a műsorkészítés, tekintettel arra, hogy minket nem hívnak meg oda, ugye az MSZP és a Jobbik képviselőit sem hívják meg oda. Én nem hiszem, hogy rossz indulatot kell feltételezni Kővári képviselő úrnak az LMP részéről. Ugyanakkor felhívom a figyelmet, egy kicsit visszagondolva arra, amikor elfogadtuk az Ökováros Ökorégia programot, akkor kicsit beszéltünk róla, hogy a programnak, a megfogalmazott programszövegnek vannak némi hiányosságai, de az alapelvekkel egyetértünk. És mi azért tartottuk fontosnak, hogy ez a program megszületett, hogy ez egy informális stratégiai programja a városnak, tehát gyakorlatilag egy ilyen eszme, amit elfogadott a közgyűlés, és azért tartottuk fontosnak, és beszéltünk is róla annak idején, mert ez egy olyan program, amit ugye megszavazott a közgyűlés többnyire, azt hiszem, konszenzussal, hogy ez gyakorlatilag van valami, ami alapján számon kérhetőek utána a képviselőknek a döntései, gondolatai, hogy miként szavaznak, milyen ötleteket terjesztenek elő. És azt hiszem, hogy az Ökováros Ökorégia programnak és ennek az ELSZ-nek az lesz az igazi próbája, hogy most ezekben a nehéz időkben, amikor elindult az állami kezdeményezés az uránkutatás és az uránbányászatnak a forszírozásait Pécs környékén, hogy akkor ez előtérbe kerül, ez a fajta gondolkodás, hogy a fenntarthatóság, hogy a város gyakorlatilag megszabott egy irányt, pontosabban a közgyűlés megszabott egy irányt, a fenntarthatóság irányát. És azzal úgy érezzük, hogy nem függ össze, hogy nem fér össze az uránkutatás. Tehát mi várjuk azt, hogy egy ilyen nagy horderő jelentős ügyben megmutassa ez a koncepció azt, hogy nem egy üres ló
dolgozunk, van jelentősége, van értelme, és ezzel kapcsolatban szeretnénk minél több meghallgatni, minél több megszólalást látni, és nem csak az LMP részéről. Örülünk, hogy az ÖPE kinyilvánította nagyjából a véleményét az urán bányászattal kapcsolatban, de szeretnénk, hogyha ebbe partnerek lennének, és örülünk neki, hogy a mai fórumra is eljön Kővári János, annak is örülünk, hogy eljön Nagy Csaba a mai fórumra, de én nem szeretném, hogyha állandó politikai ütlegelés lenne, vagy egymás támadás, a személyeskedés, bizalmatlansággal való vádaskodás. Én azt hiszem, hogy a Kubor József jogos kérdéseket tett fel az üggyel kapcsolatban. Egyelőre picit szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, nem Kővár János mit gondol az Ökováros Ökorégia programról, hanem egyáltalán a városvezetés és egyáltalán a közgyűlés. Szeretnénk, hogyha ez egyfajta konszenzusos gondolkodásmód lenne, és úgy gondoljuk, hogyha ez a gondolkodásmód nem csak egy szavazat szintjén, nem csak egy megfogalmazott programszöveg szintjén lenne a közgyűlés számára egyértelmű, akkor azt hiszem nagyon gyorsan, rövidre lehetne zárni egy ilyen uránbányászati kérdést, és akkor nem kéne különböző ilyen akciókat szervezni, a civileknek is egy kicsit talán nyugodtabbak lennének a napjaik, és nem éreznék úgy, hogy nekik kell, hogy rajtuk van a világszeme, és nekik kell megszervezni ezt a fajta védekezést. De azt hiszem, azt mindenki tapasztalja, főleg a szocialista kollégák, hogy a Pécs civil szférájának az immunválasza nagyon erős tud lenni, akkor, amikor úgy érzik, hogy nem feltétlenül megy előttük a városvezetés bizonyos ügyekben, úgyhogy bízom benne, hogy ez a fajta civil válasz, civil immunválasz ugyanolyan erős lesz az uránkutatás kapcsán, és az uránbányászat kapcsán, és mind a Tubes ügy kapcsán. Én együttműködésre és pozitív hozzáállásra szólítom Kővári képviselőtársamat. Az LMP teljes mértékben hajlandó minden ilyen célt támogatni, és nyilván, hogyha határozottabbak lesznek a megszólalások ilyen nagy horderő ügyekben is, akkor talán kevésbé leszünk mi is kekeckedőek az ilyen kisebb horderőre, önmagában fontos célokat testesítő ügyek kapcsán is. Köszönöm. Köszönöm szépen, ügyrendben kér szót Nagy Csaba, alpolgármester úr. Köszönöm szépen, még mielőtt mindjárt lekésnénk ezt a 6 órai fórumot, én szeretném arra kérni képviselőtársaimat, hogy legyenek szívesek a napirendi ponthoz hozzászólni, mert ha így folytatják, akkor én nem tudok elmenni a fórumra, mert több ponton előterjesztő vagyok. Viszont, hogyha odaérek a fórumra, akkor majd kénytelen leszek elmondani, hogy önök miért nem tudtam odaérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy egy perccel meghosszabbítom ezt a kínlódást, hát a polgármester úrnak, csak azért azt elmondanám, hogyha 2012. júniusában elkezdünk egy olyan kommunikációt, most mindegy ki kezdi, de látnivalóan vannak ennek forrása, ennek a fajta kommunikációnak, 14 őszig, ami több mint két esztendő, hogy itt uránról fog szólni a két év, akkor eléggé sanyarú két évre nézzük. Mert úgy látom most már képviselőnek a hozzászólásából, hogy mindenre az uránbánya jut eszébe. Kérem, próbálni egy picit erről elvonatkoztatni. Fontos kérdés az urán kérdés, ez kétségtelen. De hogyha a civil források kommunikációjáról is ez jut eszébe, akkor szerintem elég rossz úton járunk. Ezt őszintén megmondom. Kővár János képviselőnek megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, meg a hozzászólását is, mert ugye ez nem az uránbányáról szól, ez az előterjesztés, tehát tényleg nagyon kérem, hogy ne mossunk össze különböző ügyeket. Ami ebben a programban benne van, azzal gondolom önök egyetértenek, hogy a pécsiek, civil szervezetek közreműködésével vegyenek részt a város érhetőbbé tételében. Ez a program erről szól. Meg arról, hogy ennek minél nagyobb nyilvánossága legyen, amit önök szintén szoktak támogatni, ezért csodálkoztam Kóbor József hozzászólásán. Csodálkozásomat fejeztem ki, semmi többet, de remélem, hogy most már érthetőbb lett az, hogy mit is akarunk, és ezért támogatni fogják önök is, hiszen még egyszer mondom, az a cél az közös, hogy fenntartható várost építsünk, nem csak a szavak szintjén, és ebben igaza van, ez nem a szavak szintje, hanem ez a tettek szintje, ez a 70 pályázat, itt tettekkel fognak az emberek emellett dönteni, emellé voksot letenni. Ami az uránbányákat illeti, az Összefogás Pécsért Egyesületnek soha nem fog változni az értékrendje. Amikor a radarügyben az ellenzők nemhogy mellé álltunk, hanem élére, ön erre nem emlékszik, de első között vetettük föl a pécsi közgyűlésben a közmeghallgatást, a népszavást, és végigkísértük a dolgot. Pont ugyanazt fogjuk most is csinálni, hogyha azt fogjuk látni, a vizsgálatok során azt fogjuk látni, hogy az emberi életre, vagy a természeti környezetek káros
hatások jelentkezhetnek ennél a gazdasági tevékenységnél, akkor biztos lehet benne, hogy az Összefogás Pécsért Egyesület nem fogja támogatni. Ugyanúgy, ahogy annak idején a radarépítését sem. De szeretném, ha ezt most nem folytatnánk ezt a vitát. Lesz még alkalmunk egyébként az uránbányáról beszélni sokat. Csütörtökön például a White Horse Energy-t fogjuk meghívni, bocsánat, szerdán vagy pénteken jövő héten a bizottsági ülésre, ahova szintén várjuk szeretettel önt is, és minden további alkalomra. Köszönöm szépen, és kérném, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, Kóbor képviselő úr, megadom a szót. Nagyon rövid leszek, én egy szót sem szóltam uránról, vagy radarról, vagy akármiről. Én csak még egyszer megismétlem, egy olyan program, amely Pécs város önkormányzatának támogatását élvezi, egy olyan program, amely Pécs város tulajdonképpen hivatalos programja, a város logóját, címerét viseli, amelyhez a város képviselői és civiljei adják a nevüket, úgy gondolom nem igényel további kommunikációs támogatást olyan szervezetek részére, amelyeknek ez a az a hivatalos kötelessége, hogy a város politikáját és szemléletét képviseljék. Köszönöm, erről van szó részemről. Köszönöm szépen. Kővári képviselő úr. Megpróbálom utoljára. Szeretném, ha megérteni, hogy nem támogatjuk ezeket a szervezeteket, hanem ezeknek a feladatoknak költségei vannak. Ezeket finanszírozunk, nem támogatunk egyetlen szervezetet sem. A költségekre adjuk oda a közösségi forrásokat, amelyekből a közösség számára teremtünk javakat. Nem tudom máshogy elmondani, kérem, hogy támogassák a programot. Köszönöm szépen. A vitát nem tudjuk lezárni, lévén még további hozzászólás keretlen során képviselőnek megadom a szót. Köszönöm, polgármester úr, és elnézést, hogy ismét szót kértem. Én csak annyit szeretek mondani, hogy sok tekintetben jogosnak érzem polgármester úr kritikai megjegyzését. Be kell látnom, hogy egy picit sok volt a mai nap folyamán, illetve általában a közgyűlés folyamán, hogy Kővári János előszeretettel hozza elő pártszinten az LMP-t, előszeretettel kérdőjelezi meg az LMP elveit, vagy hogy úgy mondjam, tereli a vitákat, a helyi érdek, a helyi témákról szóló vitákat pártpolitikai szintre. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban a polgármester úr Kővári Jánossal is némileg kritikusabb lenne. Arra számított Kővári János, hogy ahányszor egy ilyen vitát, egy helyi kérdésről szóló vitát politikai síkra terel, arra válaszolni fogunk, hogyha nem szeretne Kővári János ilyen vitákban részt venni, akkor önmagával szemben is legyen kritikus, és ne terelje pártpolitikai síkra ezeket a vitákat. Köszönöm. Köszönjük szépen az intést mindenki nevében. Akkor most szavazunk, ha nincs több hozzászólás. Kérem a szavazást. Tartózkodással fogadta a közgyűlés. Következő napirendi pont haszonbérleti szerződés kötése a Patacsi Művelődés Egyesülettel. Kővári János előterjesztőként megadom a szót. Nagyon rövid lesz, és remélem nem lesz félreérthető. Azért, hogy az Istenkuti Közösségért Egyesület tovább végezhesse azt a munkát, amit eddig is nagyra becsültünk. Ennek érdekében a Patacsi Művelődési Ház átvállalja annak a háznak a működtetését, amit nem tud az Istenkuti Közösség működtetni, és ezt is támogatja az önkormányzat, mint az elmúlt években. Kérem, támogassák önök is. Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, kérem a szavazást. Igennel és egy tartózkodással fogadta el a közgyűlés. Következő napirendi pont haszonbérleti, ez volt ugye, bocsánat. Nem, bocsánat. Haszonbérleti szerződés kötés a Mecsek Szabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület címerő terjesztés. Kővár János bizottság elnökkor nincs hozzászólás, kérem a szavazást. Igen, két tartózkodás mellett fogadta a közgyűlés. Következik az Ökovárosok Kollégió ábrázoló összetételt védegyoltalomban való részesítésének kezdeményezése, cím előterjesztés, Kővári János bizottsági elnök úr. Itt csak egy nagyon rövid kiegészítést szeretnék tenni. Az Ökovárosok Kollégió alapítvány munkatársai készítették az Ökovárosok Kollégió logót, amit hivatalosan akkor tudunk használni, ha levédetjük. Egyetlen egy forintot sem kértek azért, hogy ezért a logóért szerzői jogokat
biztosíthassanak maguknak. Csak azért szerettem volna megjegyezni, mert szeretném, ha az emberek munkáját elismernénk, és akik dolgoznak, azokat nem szeretnénk rossz hírbe hozni, hanem inkább megköszönjük a munkákat. Én szeretném megköszönni ezúton is, és azért is, mert ezt a logót, ami egyébként rendkívül kifejező, és remélem, hogy sokak számára majd olyan emblémává válik, ami a természet és az ember valóban harmonikus együttműködését mutatja meg. Talán ezt sikerül ajándékba adni a pécsieknek társamunkába ingyen. Köszönet jár érte. Köszönöm szépen. Kérem a szavazást az előterjesztésről. Igennel, egy nemmel és egy tartózkodással került elfogadásra. Következik Pécs kertvárosi kerékpáros park haszonbérleti szerződése. Megadom a szót Nagy Csaba, a polgármester úrnak. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, azon túl nyilván én is kérem azt, hogy ezt az előterjesztést ezt fogadják el. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy elkészült az ingatlannak a felmérése, ami azt jelenti, hogy ismertetnem kell azt, hogy itt a területnek az értéke ez 3944 forint per négyzetméter, és ebből adódóan az érintett teleknek az értéke az 156.900.000 forint. Jelen előterjesztés arról szól, hogy addig, amíg nem használjuk ezt a területet, és most úgy tűnik, hogy elég sokáig nem fogjuk ezt használni, addig próbáljuk meg egy olyan hasznosítási módot kialakítani, ami a kerékpársportot kedvelőknek egy remek szórakozásra adhatna lehetőséget, és a Pécsi Sport Non-Profit ZRT-nek egy mountain bike-os szakosztályos, ők kerestek meg Nagy Sándor személyén keresztül minket, hogy próbáljunk abban segíteni, hogy ezt a helyzetet egyrészt legalizáljuk, másrészt pedig a szerződésen keresztül pályázatokat tudjanak benyújtani annak érdekében, hogy egy kis kerékpáros centrum alakulhasson ki, ahol a fiatalok tudják költeni a szabad idejüket, és ezzel pedig tudjuk fejleszteni a pécsi kerékpáros sportot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gróf Gábor képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Örömömnek szeretnék igazából hangot adni, hogy mint kertváros egyéni képviselő a körzetem délkeleti határában megvalósul legyen kerékpáros park. Bizonyára az ott élő a fiatalok legnagyobb örömére, hiszen már látszik is az előterjesztésben, hogy évek óta használják ezt a területet, csak a jövőre nézve már hivatalos keretek között és fejlesztések is ugye kilátásba helyeződtek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kővár János bizottsági elnök úr. Köszönöm, polgármester úr. Csak annyival szeretném kiegészíteni a polgármester úr által elmondottakat, hogy ez is egy konkrét program arra, hogy a kertvárosi fiatalok hasznosan tölthessék az idejüket, és ne csak azt hallhassák nap mint nap az ott élő idős emberektől, vagy másoktól, hogy ők terhére vannak az ott élőknek, mert hangoskodnak a pingpongasztalon, mert nem tudják lefoglalni magukat. Ez egy rendkívül hasznos elfoglaltság, és úgy gondolom, hogy a sportolással az egészségük megőrzéséhez is hozzá tudunk járulni. Kérem, hogy támogassák. Köszönöm szépen. Kérem a szavazást a javaslatról. A 21 igennel egy hangulat került elfogadásra az előterjesztés. Következik a beszámoló a 2011 évben kötött haszonbérleti szerződésekről című előterjesztés. Kővár János elnök úr, megadom a szót. Köszönöm, polgármester úr, csak nagyon röviden. Itt azoknak a civil szervezeteknek a tevékenységéről szól a beszámoló, akik átvettek közösségi köztereket működtetésbe. Számtalan ilyen van, Nevelőkháza Egyesület, Ledina Egyesület, Kék Egyesület, és itt tovább. Ezek nagyon jó tapasztalattal bírnak ezek az átvételek. Tényleg ezek a parkok rendezettek, gondozottak, és lényegesen kevesebbek kerül a fenntartásuk, mint a korábbiakban. Élettel is megteltek, úgyhogy úgy gondolom, hogy jövőben is érdemes
hasonló szerződéseket kötni hasonló civil szervezetekkel, akik valóban a közösséggel dolgoznak. Ezúton is szeretném megköszönni nekik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha nincs több hozzászólás, kérem a szavadást. Igennel került egy hangulag elfogadásra. Akkor most visszaugrunk egy kicsit a napirendi sor első felére, hiszen a 23-as napirend előtt hagytuk abba ennek a sornak a tárgyalását. Ez pedig nem más, mint a közalapítvány az Újhegyi Városrészért szervezett támogatása cím előterjesztés. Előterjesztőként nincsen kiegészítésem. Hozzászólási igényt nem látok, kérem a szavazást. Köszönöm szépen, 18 igennel fogadta el a közgyűlés. Következik a Biocom Kft. Társasági szerződésének módosítása. A polgármester úr nem kívánja kiegészíteni, kérem a szavazást. És 17 igennel és egy tartózkodással fogadta az előterjesztés. Következik az elszámolóházhoz rendelt önálló a működő költségvetési szervek konyhái bérbeadásának rendelése. Nagy Csaba, a polgármester úr. Nincs szóbeli kiegészítés, hozzászólásigényt nem látok, kérem a szavazást. Igennel fogadta a képviselőtestület. Következik a TAMBOP óvodafejlesztés pályázatomra indulás jóváhagyása. Nagy Csaba, a polgármester úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, ez egy közel 100 milliós pályázat, és ennek a pályázatnak két részét szeretném kiemelni, mert azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon fontos. Az egyik, hogy ha is amennyiben sikerül nyerni, akkor eszközfejlesztésre és építési munkálatokra 30 millió forintot fogunk tudni elkölteni az óvodák vonatkozásában. Ami nagyon fontos, egy felmérést végeztünk a közelmúltban, ahol az óvodavezetők segítségével megpróbáltunk egy koncepciót, programot kidolgozni a vonatkozásban, és amit egy kicsit még talán ennél is fontosabbnak tartok, az az, hogy óvodapedagógusok továbbképzésére tudunk költeni majd 44,5 millió forintot. Én remélem, hogy olyan korszerű képzéseket tudunk majd biztosítani a pedagógusok részére, amiket ténylegesen a hétköznapjukban is a nevelési munkáikban tudnak használni, úgyhogy kérem, támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, nem látok hozzászólást, kérem a szavazást. Egyhangú igen szavazattal fogadta a közgyűlés. Köszönöm szépen. Következik a Mecsek Aljai Iskola, a TAMOP iskolai tehetséggondolás című pályázaton történő indulásának jóváhagyása. Újfent Nagy Csaba az előterjesztő, megadom a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A Júlisi utcai általános iskola, illetve a Köztársaság téri általános iskola indul ezen a pályázaton. A mindkét projektnek, amit most támogatunk, a tervezett költsége 17 millió forint, ami 100%-ban támogatott. Kérném a tisztelt képviselőtársamat, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, a polgármester úr, hozzászólásigényt nem látok, kérem a szavazást. Húsz igennel egyhangulag fogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen, következik a Balogány Pepita épület DDOP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala és támogatási szerződés jóváhagyása. A polgármester úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, szintén nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a Balogányliget vonatkozásában ugye egy civil kezdeményezés már elindult. Ennek hatására a területnek a kezelése azt gondolom, hogy nagyon jó kezekbe került, megpróbálunk még további segítséget nyújtani ez a kezeléshez. Ebben az évben sikerült abban előre lépni, hogy kiépítésre került a gyakorlatilag teljesen széthordott közvilágítás,
a városnak a legkorszerűbb közvilágítási rendszere készült el, hiszen egy ledes világítás van, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos a környezetvédelmi és a környezettudatos szempontok alapján. Maga a pályázat az elnyerésre került, ennek a szükséges döntési sorozatának egyik állomásán vagyunk. Összességében közel 43 millió forintot fogunk tudni elkölteni a volt Pepita diszkó épületére, ami közösségi célokat fog szolgálni, és a következő évre elkészül, kérem a képviselő urak, hölgyek és urak támogatását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ha nincsen hozzászólás, kérem a szavazást. Igen, elfogadta a képviselőtestület egyhangulag. Köszönöm szépen. Következik a TÁMOP pályázaton való indulás. Innovatív, rugalmas megoldások Pécsen, gyerek, illetve családbarát város rendszerének kialakítása címmel. Csidi Péter alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni hozzászólás igényt. Nem látok, kérem a szavazást. Igennel és egy tartózkodással fogadta a közgyűlés. Következik a Pécs Cserzőköz 2 szám alatti önkormányzat ingatlan használatához történő hozzájárulás. Nagy Csaba, a polgármester úr, megadom a szót. Köszönöm szépen. Városunkban működik a Waldorf oktatási program, melynek elindításában a 3-as egység pedagógiai alapítvány vett részt. Az elmúlt időszakban a Mandulafa Egyesület között és az alapítvány között egy megállapodás jött létre, amely szerint fokozatosan a Mandulafa Egyesület fogja az alapítvány pedagógiai tevékenységét folytatni. Ennek a kibontására kerül sor most itt az előterjesztésben. Kérem a képviselőtársakat, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen, a polgármester úr. Kérem a szavazást. Köszönöm szépen, 19, igen, egyhangú szavazattal fogadta a közgyűlés. Következik a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása. Előterjesztő Nagy Csaba, a polgármester úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim. Két ok miatt van itt az előterjesztés. Az egyik ok az az, hogy a civil törvény életbe lépésével szükséges a különböző jogi okiratokat módosítani. Ezt megtalálhatják az előterjesztésben, és az előterjesztésnek van egy másik része, ez pedig arról szól, hogy dr. Révész Mária, akit korábban megválasztottunk vezetőnek, egy nagyon fontos állami szerepvállalásban vesz részt, és jelezte nekünk, hogy ez a szerepvállalás nem teszi lehetővé azt, hogy ezt a tisztet betöltse. Ezért javasoljuk egyetértve az illetékes szakbizottsággal azt, hogy Kőhalmi Andreát nevezzük ki július 1-jével meghatározott időre ugyanolyan fizetési feltételek mellett, mint korábban Révész Máriát ennek a cégnek a vezetésére. Kérem az előterjesztés támogatását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nincsen hozzászólás, kérem a szavazást. 19 igennel és egy tartózkodással fogadta el a közgyűlés. Köszönöm szépen. Következik a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Alapítókiratának módosítása. A polgármester úr nem kívánja szóban kiegészíteni. Kérem a szavazást. Igennel egyhangulag fogadta a közgyűlés. Következik a Középkori Egyetem üzemeltetésével kapcsolatos szerződések megkötése. Nagy Csaba, a polgármester úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, egy örömteli pillanat, hogy ezekről a kérdésekről fogunk tudni szavazni. Úgy tűnik, hogy sikerült a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel egy megállapodást kötni a tekintetben, hogy hosszú-hosszú évek küzdelme után
megnyithassuk a nagyközönség előtt a pécsi egykori egyetemet. Én egy módosító javaslatot, egy kiegészítő javaslatot tennék, mely arról szól, hogy végignéztük az üzemeltetési körülményeket, és úgy gondoljuk, hogy itt egy biztonságtechnikai fejlesztésre szükség van ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk üzemeltetni az egyetemet. Elnézést, hogy így mondom, de azt gondolom, hogy ez így egy egyszerű és helyes megfogalmazás, és ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk a Nemzeti Vagyonkezelővel méghozzá a tekintetben, hogy biztonsági kamerákat szereljünk fel az épületet védendő, amit ha minden igaz, be tudunk majd kötni a pécsi kamerarendszerben. Ezért kérném, hogy egy olyan harmadik pontot fogadjunk el, hogy a közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat az előterjesztés 1-es-2-es számú mellékletét képző középkori egyetem működési üzemeltetésre vonatkozó szerződést a biztonság technikai fejlesztéseket tartalmazó fejlesztési megállapodás után lépteti életbe. Illetve még annyit hozzátennék, hogyha sikerül egy megállapodással kiegészíteni ezt az 1-es és a 2. számú mellékletet, ami rendezi ennek a kérdéskörét, akkor azt gondolom, hogy a szerződés és az üzemeltetési szerződések azok megköthetőek, tehát ezzel szeretném ezzel a plusz kiegészítéssel ellátni az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester úr, akkor itt két szavazási kör indulna meg. Az első a módosító javaslatról szólna, ami a terület, illetve a komplexum biztonságtechnikai ügyeire szóló javaslata. A polgármester úr részéről kérem erről a szavazást. És 20 igennel egyhangulag fogadta a módosító indítványt. Most az előterjesztés egészéről kérem, hogy szavazzunk. Most. Egyhangú szavazattal fogadta a közgyűlés. Köszönöm szépen. 34. napi rendi pont, a Zsolnai Örökségkezelő non-profit kártyával kapcsolatos döntések meghozatala. Alpolgármester úr, nem kíván szóban kiegészítést tenni, kérem a szavazást. Igennel és 4 tartózkodással fogadta a közgyűlés. Következik Pécsváros víziközmű fejlesztési koncepciója végrehajtásához szükséges tervezési feladatok ellátása. Előterjesztő Nagy Csaba a polgármester úr. Jelzem egyébként, hogy új mellékletet kiosztva, tehát kérem ezt szíveskedjenek figyelembe venni. Üri László képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Rózsadombálomi városrész egyéni képviselőjeként számos lakossági megkereséssel értek irányomba, és ezeknek megfelelve és eleget téve szeretném kérni, hogy a határozati javaslat első pontjában az utca felsorlása az akácos sorral egészüljön ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, a polgármester úr. Köszönöm szépen Őri László képviselő úrnak az indítványát támogatom, hiszen őt is megkeresték, és engem is e-mailen keresztül személyesen megkerestek, és azt gondolom, hogy ez a kérdés egy jogos kérdés, úgyhogy javaslom a tisztelt képviselőtársaimnak, hogy ezt a módosítási javaslatot ezt támogassák. Köszönöm szépen. Köszönöm, nincsen több hozzászólás, akkor elsőként Őri László képviselőnek a módosító javaslatát tenné fel szavazásra. Kérem erről a szavazást. Igennel 3 tartózkodással fogadta a közgyűlés. Több módosító javaslat nem legyen az előterjesztés egészéről, kérem, hogy szavazzunk. Igen, 3 tartózkodással került elfogadásra az előterjesztés. Következik
36. sorszám alatt Pécs megyőgóváros távfőellátási területeinek a Pécs Ércbányász utcai lakóparkkal történő bővítéséhez hozzájárulás cím előterjesztés. Szóbeli kiegészítés nincsen, az előterjesztő részéről hozzászólásiként nem látok, kérem a szavadást. Igennel egy hangulat került elfogadásra a javaslat következik. Állásfoglalás a pécsi távfőszolgáltatási díjak kialakításához című előterjesztés. Szóbeli kiegészítés nincsen. Kérem szépen a szavadást. Igennel egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. Következik a Pécs Holding ZRT hitelszerzésének megújítása és tulajdonosi nyilatkozat meghozatala címet viselő előterjesztés. Csidi Péter alpolgármester úr nem tesz szóbeli kiegészítést. Kérem a szavadást. Igennel négy tartózkodás mellett fogadta el a képviselőtestület. Következik társasági szerződések módosítása a nemzeti vagyonról szóló 11 évi 196, jól mondom, törvény alapján. Előterjesztő Csidi Péter alpolgármester úr, nincs szóbeli kiegészítés, kérem a szavadást. Igen, négy tartózkodás mellett fogadta a közgyűlés. Akkor most ugrunk egy nagyobbat, hiszen 40-es napirendi pontot korábban, a 41-47-et egy kicsit későbben tárgyalta a közgyűlés, de már túl vagyunk rajtuk, tehát a 48-as következik. A PSZ és a PST 2012 évi 3-as számmódosítási eljárásához szükséges település felettési döntés következik. Koszori Jelens Bizottság elnök úr az előterjesztője. Ha van szó, vele egy kiegészítés, megadom a szót elnök úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottságunk végig elemezte a szakmai döntés alapján kialakított javaslatot. A mellékletben látható, hogy mely módosítási indítványok kerültek szakmailag elutasításra. Ezeket a bizottság egyhangulag jóvá hagyta. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy fogadja az előterjesztést. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Jelzem a melléklet, ami az előterjesztéshez csatoltatott, kiegészült, tehát kérem ezt figyelembe venni. Ha nincs hozzászólás, kérem a szavadást. Igennel és egy tartózkodással fogadta el a közgyűlés. Köszönöm szépen. Következik 49-es sorszámmal a 2012 évi ingatlan értékesítésekkel kapcsolatos döntések meghozatala. Mór Eszter bizottság elnök asszony, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a Népgyűlési és Sportbizottság a tegnapi ülésén egyhangulag elfogadta az állásfoglalást, azonban a mellékletben szereplő, illetve határozatban szereplő és értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a Palahegy utca 35 vonatkozásában, ahol egy jelenleg szociális bérlakás keretben lévő lakóház is található. Ebben a vonatkozásban avval a módosítással fogadtuk el, hogy a becsült forgalmi érték arányosítva legyen a visszapótlás érdekében, nem csak a felépítmény értékével, hanem a felépítményhez tartozó szabályozási terv szerinti minimális lakótelek méretéhez igazítottan, tehát összességében 2 millió 946 ezer forintra módosulna a 190 ezer forint, és ennek függvényében a 14 millió csökkenne. Tehát csak ezzel a
kiegészítéssel kérnénk elfogadni, mivel törvényi kötelezettségünk van a visszapótlásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót Meisztán András képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Magával az előterjesztéssel tulajdonképpen nincs is bajunk, de arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy aggodalommal nézzük, hogy Pécsváros ingatlan értékesítése, amely ugye a költségvetésben jelentős összeggel tervezve van, bizony nagyon gyengén áll. Kérjük polgármesterről, tegyen hatékony intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az ezzel foglalkozó szakemberek tényleg végezzék el a feladatukat, vagy tegyenek többet, mert úgy látszik, amit eddig tettek, az nem elég. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Nem tudom, ez a mondat megnyugtató módon hangzik-e vagy sem, amit most mondani fogok. Én is aggodalommal figyelem ezt a folyamatot, amire képviselőtársam utalt. Igyekszünk mindenfajta technikákkal, komoly prémiumokkal, vagy adóknak az elvonásával is ezt a tervet aláducolni megfelelően személyek esetében. Remélem, hogy sikerülni fog, de az kétségtelen, hogy az időarányos terv az elmarad a Jócskán elmarad a vártól, tehát ennyiben a hozzászólás jogos. Akkor a módosító javaslatról szabadunk. Elsőként, amit Mór Eszter bizottságjelnök asszony említett, tehát a Palegy utca 35 számlati ingatlan tekintetében való összeg megváltozik. Az említett okok, indokok alapján kérem erről a szavazást, hogy elfogadja a testület. Igen, és egy tartózkodással fogadta el a módosítást a képviselőtestület. Most pedig következik az egész előterjesztésre történő szavazás. Kérem a szavazást tehát. 18 igen, és egy tartózkodással fogadta el az előterjesztést a közgyűlés. Következik a Baptista Szeretetszolgálat egyházi jogi személlyel kötött ellátási szerződés módosítása. Mór Eszter elnök azt, hogy nem kíván kiegészítést tenni, kérem a szavazást. 18 igennel egy tartózkodással fogadtuk el. Következik az Esztergál Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága és a Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Alapítókiratának, valamint működési engedélyek módosítása. A figyelmet felhívnám arra, hogy új határozat került kiosztásra, ezt mindenki szíveskedjék figyelembe venni. Megadom a szót az előterjesztőnek, Mór Eszter elnök asszonynak. Igen, köszönöm a szót, polgármester úr. Köszönöm, hogy felhívta a tisztelt közgyűlés figyelmét a kiosztott és módosított határozati javaslatsorra, amelyben az érdemi változás és tegnap a Népjóléti és Sportbizottság már ezzel a módosítással döntött róla, hogy a Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Otthona, átmeneti otthona utógondozati ellátásának külső férőhely számát a jelenlegi 14 főről, nem az eredeti javaslatban szereplő 24, hanem 30 főre kérnénk módosítani, illetve a Kozár-Mislányi terület ellátása vonatkozásában a pécsi telephely lenne az ellátó intézmény és az alapító okiratban ennek megfelelően az Anikó utca 5 törlésre kerülne. Kérem az előterjesztés támogatását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nincs hozzászólás, kérem a szavazást. 19 igennel fogadta a közgyűlés egyhangulat. Köszönöm szépen. Következő naprendi pont fogyatékos személyek ellátásának biztosításához ingatlanok haszonkölcsönbe és haszonbérbeadása. Elnök asszony, megadom a szót. Köszönöm. Fogyatékos személyek ellátása céljára ugye közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént már a közgyűlés döntése alapján, és most ehhez hozzá kell rendelnünk az ingatlanokat is. Szeretném tájékoztatni ezúton a tisztelt közgyűlést, hogy a három ingatlan vonatkozásában megérkezett az ingatlanforgalmi értékbecslés eredménye. Ennek értelmében
Az Acsádi Ignác utca 8 szám alatti telephelyre vonatkozóan 51 millió 900 ezer, a Pécs Krisztina tér 9 szám alatti intézmény vonatkozásában 95 millió 100 ezer, és az Endres György utca 23 szám alatti ingatlan vonatkozásában 152 millió 700 ezer forint az ingatlan forgalmi érték. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nincsen te hozzászólás, kérem a szavazást. Igen, egyhangú szavazattal fogadta el a közgyűlés az előterjesztést. Következik a 53-as sorszámon napirendi pont. Az önkormányzat tulajdonában lévő, üresen lévő lakások értékesítésére történő kijelölése című előterjesztés. Szóval egy kiegészítés nincsen, kérem a szavazást. Igennel és két tartózkodással fogadta el a közgyűlés. Következik közérdekű foglalkoztatás biztosítása. Móreszter elnök asszony, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, bejelentési kötelezettségünk keletkezett a közérdekű foglalkoztatás biztosítása tárgyában, és ennek értelmében kerül most terveink ez a megállapodások módosítása, illetve a az új rendelkezéseknek megfelelő aktualizálása. Ennek értelmében a Biocom Kft., illetve a Misina Állatvédő Egyesület biztosítja a város számára azt, hogy a közérdekű foglalkoztatásról gondoskodjon. Az első esetben maximálisan egyidejűleg 7-es fő, a Misina Egyesület esetében pedig maximálisan egyidejűleg 4 fő kommunális segédmunka munkakör keretében történő biztosításáról van szó. Emellett az intézményeink vizsgálják, hogy hogyan tudjuk bővíteni még a lehetőségeket, és későbbiekben esetleg módosítjuk a bejelentési kötelezettségünket az intézményeinkre rendelkezésre bocsátható férőhelyekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nincs hozzászólás, kérem a szavazást. Igennel és egy tartózkodással fogadtuk el a javaslatot. Következik beszámoló a tavalyi 11 évi ászjelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról. Szóbeli kiegészítés a részemről nincsen, kérem a szavazást, nincs hozzászólás. Igen, elfogadta a közgyűlés, és az utolsó napirendi pont tárgyalása következik. A Baranya megye repülő és ejtőernyős klub haszonbérleti ügye. Megadom a szót Csizi Péter alpolgármester úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mivel az előterjesztés kiküldését követően készült el az értékbecslés, ezért tájékoztattam kell a közgyűlést, hogy az ingatlan forgalmi értéke 56,5 millió forint, éves hasznosítási értéke pedig 2.825.500 forintot tesz ki. A független értékbecslő számításai alapján, hogy ezekkel a plusz információkkal kérem az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen, a polgármester úr, hozzászólási igényt nem látok, továbbra sem kérem a szavazást. Tizenhét egyhangú szavazattal fogadta a közgyűlés az utolsó napirendi pontot is. Ezzel a mai ülést befejeztük. Köszönöm szépen a Nagykáni körben tartó való kitartást és helytállást. Jelzem, várhatóan egy rendkívüli közgyűlés megtartására sor fog kerülni a nyár folyamán, még pedig valószínűleg július 12-én.
az értesítés időben fog venni minden bizonnyal. Addig is köszönöm szépen a türelmüket, további kellemes nyarat kívánok mindenkinek. Ideológiai vitát hozott a földrajzi nevek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 6 Pécsi utca új nevet kapott a régi helyett, míg további csak nem 20 új utcának az elnevezéséről döntött a képviselőtestület. Módosította a közgyűlés a közterületek használatáról szóló rendeletet is. A szabályozása főleg környezetvédelmi szempontok alapján van szükség. Elnapolta a testület a város légi marketing alapjának létrehozására irányuló előterjesztés tárgyalását, várhatóan ősszel foglalkoznak újra a kérdéssel. Iskolai álláshelyek megszüntetéséről is döntött a közgyűlés, 50 pedagógus és 10 nem pedagógus álláshely szűnik meg. Egy részüknél nyugdíjazással oldják meg a kérdést. 2012. évi civil pályázatok eredményeinek jóváhagyásáról és az idei civil pályázatok kommunikációjának támogatásáról is döntött a testület. Óvodafejlesztés pályázaton való indulást hagyott jóvá a közgyűlés 100 millió forintból, többek között eszközfejlesztésre 30 millió forintot, óvodapedagógusok képzésére pedig több mint 40 millió forintot tudna elkölteni a város. Innovatív, rugalmas megoldások Pécsen, a gyerek, illetve családbarát város rendszerének kialakítása elnevezésű pályázaton is részt kíván venni a település, erről is szavaztak a képviselők. A középkori egyetem üzemeltetésével kapcsolatban is döntést hoztak a képviselők, a bemutató helyen biztonságtechnikai fejlesztések kezdődnek, majd kamerákat szerelnek fel, amelyek a városi kamerarendszerhez kapcsolódnak. Kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!